Victoria hálószobáját látjuk. Balról jellegzetesen angol kandalló, középen hatalmas, puha francia heverő, s mindenütt tükör, hogy Victoria állandóan ellenőrizhesse szépségét, mozgását. A háttérben rögzített kerékpár, fölötte a falon két katonaruhás férfi fényképe. Victoria Váradi Hédi a szokásos reggeli tornáját végzi Deniz Sólyom Ildikó irányításával. Futás, kerékpározás, gyúrás. Mindegy, hogy kihez megy hozzá az ember. Mikor belépett, rögtön észrevettem, hogy egy gyűrű van a kezén. Munkaidő alatt tulajdonképpen nem volna szabad viselni. De szeretem érezni, hogy a kezemen van. Ó, ezt az érzést én is nagyon jól ismerem, az ember csak úgy forgatja a kesztyű alatt, és azt mondja magának, most ez el van intézve. Na és jó kifű? Hát, olyan szép vörös. Vörös? Teste ízlés dolga az egész, a magam részéről nem hinném, hogy nekem tetszene a vörös. Nekem az első férjem barna volt, a második szürke volt, illetve van. És mind a kettőnek meghozta a tiszti érdemérme, illetve van. Hát ez nagyon úr is lehet. Én azzal szoktam büszkélkedni önmagam előtt, hogy nem sok nő mondhatja el magáról, hogy két tiszti érdemérmes ez lett volna a feleség. Azt hiszem, én igazán teljesítettem a haza iránti kötelességet. Nekem is ez az érzésem. Szabad-e megkérdezni, a kettő közül mégis melyiket tetszett jobban szeretni? Tulajdonképpen meg se tudnám mondani. Amikor az első férjem szegény drágaságom elesett a háborúban, teljesen elhagytam magam. Úgy lefújta, hogy szinte eltűnt a kedvem. Hónapokig nem tudtam fölvenni egy kivágott ruhát. Reszteletem. Imádtam az első férjemet, de tudja, a második férjemet pontosan úgy imádom. Mert bizonyára olyan nagyszerű szerelmes természet. Persze, túl se élném, ha mostani férjemmel történik valami, de ha Isten mentsi, mégis történik valami. Ugye nem tehetek róla, de muszáj lenne újból férhez mennem. És biztos vagyok benne, hogy a harmadik férjemet pontosan úgy szeretném, mint az első kettő. Ebben én is biztos vagyok. Nem tehetek róla, de kínálok, érintetlen, érintetlen. Valakit férjem benne.
Persze, Bill, én méltón megsirattam. Csak gyászvára egy vagyon kiadtam. A gyászévet is teljesen kivártam. Inkább álmatlanul szenvedtem az ágyban. Négy átomnak az redett csak véget, hogy Fred, mint férj az életembe lépett. Megtanultam akkor újra bízni, bájaimat kezdtem visszahízni. Bár a régi bánatom a szívemben viszem, nem mutatja, hogy nagyon ma már az arcinem. Mondják, újra szép vagyok, mert napom nem csodál. Csak én tudom, hogy a másod döntő változás. Semmi sem áll, hogy jó legy nőnek, mint egy csinos és fiatal férfi. Hiszen a bókától már szebb leszel, és a szíved is riadott ver. Semmi sem áll, hogy jó legy nőnek, mint ha valaki tüzesen nézi. Amíg a pillantás a körbe jár, csinosan kifirul már, semmi se csinosít. Hogy itt a szerelem kell, mint a tavaszi fény. Érzed a meleg és nagy szerű erejét, épp úgy, mint én. Semmi se csinosít, hogy mintha valaki lázasan súgja felé. Hogy egyedül én, legyek az övé, egy szerelmes lett belém. Hogy semmi sem áll, hogy jó legy nőnek, mint ha valaki kezét kéri. A napi koránál is többet ér. Taylor Sugar László beengedi Victoria anyját, Nárai Teri, túlöltözött hölgy, kalapja szélén, gyöngyfüzérliben. Drágom, mamikám! Engedd meg, hogy nem mutassam neked, Dennis kisasszony. Ez volt a napnak egyetlen időszaka, amelyet rendelkezésemre bocsátottam. Örvendek! Remélem, nem haragszol, hogy ennyi lépcsőn fölfárasztottunk, de olyan szörnyen takarékoskodnunk kell a szénnel. Próbáltunk többet szerezni, de sohasem sikerült. De még mennyire tudom? Hozzám is kimondottan durvák voltak a szénkiutalásnál. Tudod, milyen bürokraták? Együtt azt mondták, hogy csak két helyen tüzelhetünk. A gyerekszobában persze muszáj, meg az én hálószobában is. Így kénytelen vagyok kifogadni a vendégeinket. Ó, na és a gyerekek? Hogy vannak az én kis drágaságaim? Ó, Freddy megfázott, Taylor szerint jobb ágyban marad, egy kitűnően érzi magát. Mind a kettő kisfiú, ugye Mrs. Saunders? Igen, de legközelebb kislányom. Fred a jövő hónapban már 2 éves lesz. Jaj, olyan öregnek kezdem érezni magam. És? De én kis lelkosztában, alig 3 hónappal azután született, hogy az édesapja hősi halált. Hát ez bizony nagyon szomorú. Nagyon jól állt neki a gyászruha. Kár, hogy nem látta, hogy Dennis kisasszony. Jaj, mamikám, hogy beszélhetsz ilyen szívtelenül? Persze a fekete nagyon jól áll nekem, azt tagadhatatlan. De ahhoz én ragaszkodtam, hogy Matildhoz menj. Mert gyászruhából csak kitűnőt szabad csináltatni. Különben nem előnyös. Én gondolom, a kisfiút a kedves papája után nevezték el Frednek. Nem, az úgy volt. Az első férjemet Billnek hívták. Ő akart, hogy a kisfiút Frederiknek kereszteljük, Landesőrnagy után. Landesőrnagy ugyanis a férjem legjobb barátja volt, mindig nagyon szerették egymást. Értem. Aztán férjhez mentem Landesőrnagyhoz, mikor tőle megszületett a második kisfiam, azt az első férjem után Billnek kereszteltük. Igen. Én elleneztem. Attól tartottam, hogy ez az én drágaságomat mindig emlékeztetni fogja az ő nagy veszteségére. Mamikám, nekem cseppet se fáj, ha Billre gondolok, és soha nem fogom elfelejteni. Látod, Dennis kisasszony? Van a két képük egymás mellett. Hát ennek nem minden férfi örülne. De hiszen most rendjé vagyok, és az igazán nem kifogásolhatja, ha olykor egy röpke gondolattal áldozom a szegény hősi halott emlékének.
Sőt, ez a számára is megnyugtató lett. Tudhatja Isten, mert történik vele valami, és én újból férhez mennék. Neki is mindig megőriznék egy kis zugot a szívem. Drágám, ne izgasd magad! Tudod, hogy ez árt az arcbőrödnek? Ah, szegény drágaságom, vajszíne van. Igen. Hát, már akkor kézen is lennénk, hogy az aldat. Pénteken jöjjek neki, legyen szíves, nagyon szépen dolgozik. Van valami megnyugtató, szépen manikűrözött kézben, olyan biztonságérzetet ad az embernek. Én a férfiból is soha nem fognék meg egy olyan női kezet, amelyik mindszerben meg manikűrözve. Érdekes, az én vőlegényem is kijelentette, hogy az első dolog, ami megragadta bennem, az volt, hogy szépen van lakkozva a körmöm. Igen. Az ember sohasem tudhat, hogy mi lakad meg egy férfi szemmel. Így van. Ami engem illet, én személy szerint hiszek az első benyomásban. Ezért is mondom mindig minden ismerős lánynak, mielőtt belépsz egy fogadószobába, legyen az bárhol és bármikor, harapdáld meg jól az ajkad. Nyald meg egy kissé, emeld fel a fejed, és csak azután vonulj be. Mert a férfiak imádják a piros harmatot az ajkon. Én már öreg asszony vagyok, de soha nem lépek be egy szobába anélkül, hogy meg ne tenném ezt. Erre még soha nem gondoltam, de ki fogom próbálni. Tökéletesen megváltoztatja az életed. De valamikán, Denis kisasszony, mennyasszony! Ugyan, kedvesem, te is azt hiszed, ha egy férfit bebiztosítottál magadnak, a többinek már nem kell tetszened? Hát akkor jövő pénteken, igen? Igen, viszontlátásra. Jaj, mami! Azt mondja ez a manikűrös lány, hogy Johnston Blixit válnak. Igazán? És miért? Azt mondja, a férfi 4 évig harcolt a háborúban. Most már egy kis békét akar. Attól tartok, hogy a hosszú távol lét sok férfit elszoktatott a házas élettől. Állítom, tiszta szerencse, hogy ez a szegény Bill halott. Jaj, mamikám, hogy beszélhetsz ilyen szívtelenül? Tudod, mi a különbség a férfi és a nő között? Az, hogy a férfi természeténél fogva nem hajlamos a házasságra. Türelemmel, határozottsággal, és időnkénti jutalmazással be lehet idomítani őket. Pontosan úgy, ahogyan egy kutyát be lehet idomítani arra, hogy 2 lábon járjon. De ahogyan a kutya szívesebben jár mind a 4 lábán, ugyanúgy a férfi is jobban szereti, ha szabad lehet. A házasság csak szokás. De nagyon jó szokás, mami. Én a kandallóit tejázni. Lester Paytonhoz mentem volna feleségül. Jézus Mária, miért? Sose vetted észre, hogy Kamás Litkor? Azokból a férfiakból lesznek a legjobb férjek, akik Kamás Litkordanak. Szerintem ez csak azért van, mert fázik. És hideg a lába. Tehát, hogy éjszakára is zoknit húz, azt pedig kire válhatom. Csacsiság. Ez csak azt bizonyítja, hogy józan, rendes gondolkodású ember. Én egy katona özvegye voltam, azt hiszem nagyon hazafiatlan cselekedet lett volna egy civilhez mennem. Szép dolog a hősiesség, nem mondom. De mit ér az egy estélyen? Mennyivel hasznosabb dolog, ha az ember könnyedén tud csevegni. Bocsánat, asszonyom. Lesz, de a fejben úr van itt, de közöltem vele, nem biztos, hogy asszonyom most fogadja. De kérem csak, vezesse fel ide. Igenis. Gyors szájpirosítás, a mama úgy szerezni. Victoria, hogy szoktál találkozni vele? Nagyon figyelmes mostanában hozzám. Tudtam, hogy igazam van. Éreztem, hogy milyen hatással voltál rá. De mamikám, hiszen tudod, hogy én Fredin kívül gondolni sem tudok senkire. Történetesen nagyon hasznos dolog, hogy embernek van valaki, akit ide-oda küldözhet, és ő szinte mindent fel tud hajtani, amit csak akarok. Vajat is? Mindent, mamikám, vajat, cukrot, viszki. Elszalasztottad életed nagy lehetőségét. Ugyan szereti, meg se kérte soha a kezemet. Ne légy, csacsi Victoria! Arra neked kellett volna rávenned őt. Mamikám, hiszen tudod, hogy én imádtam Freddy. Szeretek, akkor még mesefedették a jegyzetet. Victoria elegáns házi hekkel veszve. Jaj, ha mérges vagyok, hanem megígért, hogy elvisz ebédelni, és azóta nyoma vetett. Nem is üzen, nem is telefonált. Lehet, hogy már meghalt. Optimista. Ezt a Péter úr! Harabdáld meg az ajkat, s nyald meg jól! És erősen harabdálja a száját. Kezelj csókolom! Ne
remélem nem haragszik, hogy ennyi lépcsőt elfárasztottuk, de olyan szörnyen takarékoskodnunk kell a szénnel. Csak a hálószobámban fűthetek be, többet nem engedhetek meg magamnak. Ó, csak nem azt akarja mondani, hogy tüzelő gondjai vannak. Miért nem szólt nekem? Kezét csókolom. Mr. Payton, Horváth Gyula, kövér szakállas úri ember, kezében kis csomag és virág Viktoriának. Csak nem akarja azt mondani, hogy tudna a szenet szerezni? Hogy egy ilyen szép asszonynak, mint a maga, hogy ne legyen szene? Én is mondtam Freddynek, hogy szerezzen szenet. Véleményem szerint biztosan tudna is. Utóvégre ott ül a hadügyben. Ennyi protekciója igazán lehetne. Ó, bízza csak rám, én mindenben intézem. Maga egy csoga, egy tökéletes csoga. Most, hogy mindenki visszajött a frontról, a kutya sem törődne velünk, szegény ördögökkel, akik idehaza maradtunk. Ha nem tennék magunkat legalább valamilyen formában hasznossá. Maga csak azért maradt itt pont, mert ez volt a kötelessége. Hát igen, jelentkeztem én is a frontra, meg se vártam, hogy behívjanak. De a kormány szólt, te hajógyáros vagy, építs tovább hajóidat. Bánatosan felálltam a székről, lemondva a harci dicsőségtől. Eldugva a kézbe sem vett kardot, a kormány, az eljárása nem találó szó. Hálából az én nyakamba sózták a háborús jövedelmi többletadót. Én meg is dobtam a miniszter úrba. Nem bántam a rossz névet veszik, hogy az ember a hazafiasságát túlságosan próbára teszik. Nem felejtse el viszont, barátom. Viktóriám is helyt állott a gárdon. Hát igen, nem volt könnyű, el. Ápoló nőnek akartam menni egykor, hát. Hogy mosolyjal segítsek sebesült ifja faját. Nem vettek fel, mert azt mondták, kell hozzá képzett. A csúfbürokrácián, hogy a tisztesség ne marjon nagyon belém, sok virágos könyvjelzőt hívettem én, ki partizen olvasta, hálával gondoltak, két ágyú törgés közt rám. Hallottak kétszer, jártam csak akkor kapott rám, és szolidan szenvedett velük. Itt nem volt nagy vendégserem, csak szegény közlegényeket fogadtam én teát. Drága kislányom, én felmegyek. Megnézem, hogy vannak az én kis drágaságaim. Megnézzük, mamikám, a kicsi nagyon boldog lesz, ha meglát. Igen. Remélem, Freddy nem influenzás. Gyors ajakharabdálás. Csak nem beteg a kisfiú. Szegény kicsikém megfázott. Rettenetesen sajnálom. Remélem nem komoly, de tudja, hogy milyen egy anya. Mindig csak aggódik. Aggódik. Viktória csókra nyújtja a száját, se törömszik. Maga csodálatos anya. Imádom a gyerekeimet. És tökéletes feleség. Azt hisz? Miért? A férje nem hiszi? Ó, hiszen ő csak a férje. Az ő véleménye nem számít. Tudja ő egyáltalán, hogy milyen szerencsés fickó. Megmondom őszintén, én irigytelem. Ezek szerint nem tart teljesen visszataszító. Dehogy is. Elmondjam, hogy mit gondolok magáról. Nem, mert biztosan túloznak. Nekem csak két olyan tulajdonságom van, amire büszke vagyok. Nem vagyok önző, és nem vagyok hívó. Hello, drágám. Ted darvasivá lépett a szobába.
Mi? Hol voltál ilyen sokáig? A klubban. Azt ígérted, hogy elviszel ebédelni. Én, bocsáss meg, teljesen kiment a fejemből. Kiment a fejemből? Most valami sokkal szórakoztató programodak. Azt mondtam, hogy elviszlek ebédelni, hogyha nem lesz nagyon sok dolgom. És sok dolgod? Igen. Fred nem ad kezet a gyárosnak. A szíjában ütögatja. Hogy ne tudott volna ebédelni vinni, ha akart. Érdekes. Péten zavarába egyik lábáról a másikra áll. Legjobb ez, hogy én most elmegyek innen. Igen. Hát ilyen maguk katonák, hogy visszajöttek a fronton, maguknak sokkal könnyebb nekünk. Ugyanúgy kell továbbra is húzni az igát, mint eddig. Na az igát, igen, persze, persze, persze. Új kocsia van! Nem de? Valahogyan csak járnom kell, nem de? Na persze, 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 persze. Nekem is. De mint hogy én csak katona vagyok, nekem meg kell elégednem a saját lúd talpaimmal. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Szeretném tudni, mit kell engem itt lejáratni. Szeretném tudni, hogy miért pont a hálószobádban kell fogadnod a vendégeidet. Drága életem, nem akarod azt mondani, hogy féltékeny vagy. Nem tudom elképzelni, hogy miért zsörtödött. Na most már elmúlt, gyere, csókold meg a te kis feleséged. Egy cseppet sem vagyok fiútéken. Ja, de csak ti vagy, hát az egész házban ez az egyetlen fűtött szoba. Ha felébe is, hát miért nem fűtetsz be a nappaliban? Regény kis kutuska, hát elfelejtett, hogy közben volt egy háború, és most véletlenül éppen szén hiány van. Majd én mindjárt pontosan megmagyarázom neked, hogy miért nem fűtünk be a nappaliba, hazafiság, érted? Hazafiság. Victoria ellögdösi férjét a kandallóktól, és élvezettel melegíti a felekét. Le van ejtve a hazafiság! Olyan az egész ház, mint egy jégverem! Drága életem, egy kis belátás, miután 2 éve költöttél a lövészáróba, igazán nem képzeltem, hogy még mindig ennyire a saját kényelmet rabja vagy. Tudom, hogy nem gondoltad komolyan, hogy jelent a hazafiság. Hát én még nyilvában se szabad mondanom. Ne éljek, ha tudom, hogy miért volna kevésbé hazafias, hogyha a nappali szobában fűtenél be, ahol ez mindnyájunknak jó, mint hogyha csak itt fűtetsz be, ahol csak neked jó. Drága életem, csak nem kívánod tőlem, hogy fagyoskodjam a hálószobámban. Jó, 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 jó. Hogy lehetsz ennyire ön? Jó, 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 jó. Isten látja lelkemet, nem dicsekedni akarok jó, azzal, amit tettem, de már családoztam magam 4 éven keresztül. Igazán megérdemelnék egy kis belátást. Hogy vannak a gyerekek? És én nem irigylem tőled a szobámat, akkor jöhet ide, és ücsörök egy nálam, amikor csak akarsz. Neked igazad van. Én is kétileg mellettem, hogy a fogja is, hogy mindig elmehet a kezdet tartva. Természetesen. Azt kell, azt akarod, hogy magától értetni. Azt mondtad, hogy az életed főszél. Gondolom, épeszű ember ennél jobbra nem is törekedhet. Vagy baj, randa biztó voltam. Vadállat voltam szívem. Elfelejtetted, hogy azt képzett, hogy fogom. Most mondd meg, hogy miért futtál ilyen után? Van az úgy néha szívem. Kicsit szomorkás a hangulatom, mámor. Kicsit belém szállt a boldogtalanság. Kicsit úgy érzem magam, mint a durcás kisgyerek, kinek elvették a játékát. Kicsit szomorkás a hangulatom mában. Kicsit borús lett e bűvályos virág. Kicsit elbántak velem, hát ne törvén már jel. Szívem harag nélkül gondol rám. Gyere, 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 drága cimborám, gyorsan vigasztalj. Látod, összeroppalok már. Gyere, 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 drága jó gitár, kell egy igazka, amitől a panasz hamarosan odébb vár. Kicsit szomorkás a hangulatom mámon.
szokatlan a boldogtalanság. Kicsit megrázom magam, ugye minden rendben van. Újra emelt fővel nézek rá. Szomorkás a hangulatom máma. Kicsit beléd szállt a boldogtalanság. Kicsit úgy érzem magam, mint az urcás kisgyerek, tekertetni a játékát. Kicsit szomorkás a hangulatom máma. Kicsit borús lett e bűvályos világ. Kicsit elbántak velem. Szíve harag nélkül van tovább. Gyere, Én nem felejtettem el, csak bizonyos akadályok merültek fel. De én magam sem ettem még semmit. Szólok is a szakácsnőnek, hogy hozzon valami hideget, jó? Szegény kis kutyus, számot szakácsnő? Na, hogy elve... Victoria, az ágyról is lelöki Freddet. Már megint? Hát, hogy megint, ő most ment el elő. Hogy a fenében nem tudod megtartani a személyzetet? Senki se tudja megtartani manapság. Másoknál megmarad! Zsegi, ne beszélj velem ilyen hangot. Én ehhez nem vagyok hozzá. Én úgy beszélek veled, ahogy nekem jól esik. Jaj, de kicsit ez dolog kicsit háborúzik. Csak azért, mert nem kaptál ennyit. Miután két évet töltöttél a lövészárokba, azt kételtem hozzászoktál. Hogy olykor, neki. Viktóriám, én nagyon szépen megkérlek téged, ne rendezz itt nekem jelenet, jó? Hát te rendezd el jelenet. Uralkodj magadon, Viktória! Nem is értem, hogy beszélhetsz így velem, aki annyit aggódtam, érted, mikor odáltoltál a franciaországtól. Tekintettel arra, hogy az utolsó két esztendőben tökéletes biztonságban voltam. A hadügyminisztériumban gondolom volt rá időd, hogy kiheverd az irántam érzett aggódásod fáradalmaid. Muszáj emlékeztetlen arra, hogy mennyire megviselte az idegeimet. Szegény jó Villem halála! Nem, nem muszáj emlékeztetni, de én úgy is tudtam, hogy fogsz. Viktória kis fehér zsebkendőt vesz a kezébe. Szemére szorítva letörli nem létező könnyeit, s a trükkor előtt tragikus pózba áll. Igen, soha nem fogom egészen kihevenni. Azt képzeltem, hogy ő is szerette legalább egy kis emberi részvétel viseltesz majd irántam el minden, amit kérek. Csak annyi türelmet, amit egy hűség kis kutya irántad. Isten a tanúm, hogy nem kérek túl sokat. Én mindent megteszek, hogy szépen boldogát tegyenek, tudod mi legyen? A megteszek, hogy szüremet, mikor a legnagyobb ellenségem sem állíthatja, hogy önző vagyok. Senki se kényszerített, hogy feleségül beszél. Én se kényszerettem. Te tett
szegény Bill kedvéért mentem hozzád. Mert hogy te voltál a legjobb barátja. Azzal szerettetted meg magad, hogy olyan szépen beszéltél róla. Ez volt az én nagy tévedésem. Ami bárga van én. Bill sose bánt volna így velem, Bill szeretett, Bill hős volt. Micsoda őrű gondolat volt hozzád menni feleségül. Örület. Örület. Miért nem adnék oda? Mindenemet, ami van ezen a földön, ha visszakapnál, az én drágok illetve. Kész, na jó. Fred nagy zsebórát veszem. Hát én igazán nagyon örülök, hogy így gondolkozol róla, ugyanis körülbelül 3 perc múlva itt lesz. Csoda, kedvesét itt összenek. Az előbb beszéltem vele telefonon. Nem én, sőt, még részeg sem vagyok. Nem értek. Ki beszélt vele telefonon? Bill. Bill? Bill. 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 Miféle Bill? Bill. Bill Kágyú. De drága életem, hiszen ő halott. Hát ennek a telefonba semmi elét nem adta. Freddy! Freddy! Jó. Ja. Ezzel csak szép az igazán nem szép tőle, hogy lehet ezt még 2,5 perc. Freddy-kém, én beismerem, hogy gonosz voltál, de tudod, hogy nem fogom olyan gondolt, amikor mi nálok. Legyüttünk a dolgozószobát. Jó. Kicsülünk a jegyezményet. Jó. Na most már minden rendben. Minden a legnagyobb rendben van, csak sajnos mindez nem gátolja meg Billt abban, hogy körülbelül 1 és 1/4 perc múlva be ne toppanjon ide. Aaaaaah! Én kiszállni fogok! Freddy, a valai szeretném, mondd, hogy nem igaz. Hát ezen az én szavam mit sem változtak. Freddy, én nagyon szépen kérlek, gondolkodj egy kicsit. Szegény Bill elesett. Elesett az Ipri csatába, látták, amikor elesett. Az minisztérium jelentette a halálát, meggyászoltam meg minden, még gyász is sem tiszteletet is tartott. Kétségtelen! Rengeteget kell magyarázkodni, ha valaki így hirtelen felbukkan. Mindjárt megőrülök, mivel gondolt, hogy ő volt, aki a telefonba beszélt? Hát ő mondta. Nem érek semmit, hány ember mondja, hogy ő Napóleon. Hát azok a bolondok házából beszélnek, ő pedig a Harwich-i pályaudvarról. Biztos valaki más volt, aki ugyanúgy tudta. Megismertem a hangját. Mégis mit mondja? Hát ki Mexikben? Azt mondta, hogy ott van Harwich-ban, 13 óra 30-kor érkezik Londonba, meg hogy én menjek el te hozzád, és értesítselek az örömhírről. Hát ennél csak többet mondod. Nem igen. De az Isten szerelmére mondd el pontosan, hogy mit mondod, de pontosan. Hát kérlek szépen. Éppen elmenő félben voltam a klubból, hogy téged elvigyelek ebédelni, amikor szóltak, hogy interurbán hívás, Harwich-ból. Tudom, Trengeri kikötővárost. Nos, oda mentem, felemeltem a kagylót, azt mondtam, helló, drágám! Miért mondtad? Én mindig ezt szoktam mondani, ezzel is megkönnyítem a partner helyzetét. Hülye! Nos, tény, hogy oda mentem, tény, hogy felemeltem a kagylót, mondtam, amit mondtam, és ekkor egy hang azt mondta, hello, ott Fred, és mintha megismertem volna a hangját, olyan furcsa, különleges érzés volt, minden esetre azt mondtam, igen, itt Fred, add ki, mondtam én, itt Bill, mondta ő, miféle Bill, mondtam én, Bill Kárgyú, mondta ő. Isten szerelmére siess! Igen, igen. Azt hittem, meghaltál, mondtam én. Én is azt hittem, mondta ő. Hogy vagy, mondtam én, kösz prímán, mondta ő. Mit az a hülye társad? Valamit csak kellett mondanom. Na jó, folytasd. Itt vagyok Harwich-ban, mondta ő.
13 óra 30-kor érkezett Londonba, nagyon megkérlek, menj el Viktóriához, és értesítsd erről az örömről, mondta ő. Nagyon szívesen, mondtam én, kösz, mondta ő, viszlát, mondtam én, viszlát, mondta ő, és letettem a kapcsolatot. Aztán mit csinálsz? Hát, leültem gondolkozni, keményen gondolkoztam néhány órán át. És mit gondoltál? Semmit. Pokoli helyzetben vagyok. Te? Amint vagyok én? Hát bocsáss meg, Bill, mégis csak az én legjobb barátom volt. Elég viccesnek tarthatja, hogy pont én vettem el a feleségét, feleségét. Viccesnek? Másrészt talán nem is tartja majd annyira viccesnek. Harali, marad időm, hogy átöltözze. A fenébe is. Hát miért akarsz te átöltözni? Hát tudom, végre az özvegye vagyok. Te mit gondolsz? Nem kellene gyászolába lennem, amikor megérkezik? Egy jó. Te is mit gondolsz, amikor elmondtad neki? Micsoda? Hát, hogy miért te házasztottunk? Ja, hát azt én nem mondtam meg neki. Azt akarod mondani, hogy azt hiszi, hogy én az ő? Persze. Hát miért nem mondtam meg neki, ez kötelességed lett volna? Egy teljesen kiment a fejem. És egyébként is ez egy eléggé komplikált ügy. Hát nem lehet csak úgy egyszerűen telefonon. Olyakinek meg kell mondani. Hát mondd meg neki te. Én nagyon tévedt azt jelenti, hogy minden biztos munkát én fogok elvégezni. Különben sem vagyok hallunk arra, hogy én millem az én dráka billem lesz a szörnyű viszonylatot csak. De azért, ugye, nagyszerű dolog, hogy Bill él. Állati jó. Én nagyon. Hát te? Én is örülök. Hát akkor közöld veletek. Azt hiszem, ez mégsem az én feladatom. Ilyesmi csak egyféleképpen lehet elintézni. No. Odamész hozzá, karon fogod, és azt mondod neki. Ide figyelj, örökre. Az a helyzet. Na, ugye, hogy nem megy? Nem. Hát én nem teszem meg! Hogy megy? Viktória kiszalad, Fred után. Bill bodrogi gyulalépbe, kezében göcsöltös bot, ruhája rondos, arca borostás.
Ilyetten lopakodik be. Csókolj meg végre, öreg át! Victoria segédkérően néz Fredre. Bill szenvedélyes csókját Fred féltékenyen nézi. Dühében az ajtót csapdossa. Feldi, kedves öreg fiú, hogy vagy? Kösz. Meglepődtetek, ugye? Igen, egy kicsit. Ami azt illeti. Jaj, de örülök, hogy te is itt vagy, drága barátom. A vonaton végig szittem magam, hogy elfelejtettelek megkérni, hogy maradj itt Viktóriával, amíg befutok. Attól tartottam, hogy ostoba tapintatért esetleg elmész. Én arra gondoltam, hát ha azt hiszed, hogy szeretnék az első percekben Viktóriával kettesben maradni. Persze. De olyan bánatos lettem volna, mint egy kutya, ha nem láthatom azt a te kedves ronda vén pofádat. Apropó, nem is mondtátok, hogy örültök, hogy láttok. De nagyon örülünk. Persze. Ugye elég tapintatos voltam Viktóriám, hogy megkértem a jó öreg Freddyt, először ő jöjjön és ő közölje veled a jó hírt. Igen, ez rád volt, drágám. Drágám. Mindig így szólítottál a régi szép időkben. Ja, igen, ez Viktória kedvenc szava. Azt tudod, hogy először arra gondoltam, hogy nem is értesítelek. Képzeld el, az éjszaka kellős közepén csak úgy beállítottam volna. Jól tetted, hogy nem tetted. Pedig óriási jelenetet volna, képzeld el. Az alvó szépség fekszik erényes ágyán. Belép a férfi reszkentően úcska ruhában, az alvó szépség felriad. Hú, ki az? Én vagyok Bill, a férjed függöny. Bill. Rettenetes. Ez az úcska ruha rajtad. Hol vetted? Nem vettem, csortam. Ami azt illeti, nem is átlan valami rendesebb ruhát fölvenni. Megyek... Hogyha mi? Fred elállja Bill útját. Megyek átköltözni. Milyen ruhám volt az a szép sötét ikla? Azt fogom, hogy... Most Viktória tartóztatja fel. Hová rakom? Naplánimba is, addig fel sem verted, amit ki nem felőzted. Meg vagyunk lőve, mondta a nagy hercegnő. Hello. Azt hiszem, Viktória drágám, már egészen jól van az én kis aranyos báránykám. Mami. Éppen kérdezni akartam, mi van a gyerekkel. Most mondom, hogy jól van. Ja, kösz. Na, ne. A mama csak most veszi észre a rongyos Billit. Na, mit gondol, ki a nyavaja lehet? A stílus és a hang? Bill Cardew-jé. Ki ez? Lehet, hogy egy kicsit lefogytam meg ez az úcska ruha rajtam, de azért az vagyok, aki voltam. Ne jöjjön, közelem, meg sikert! Te Istenem, meghalt! Úgy látszik, nem tud róla. Abszurdum. Ébreszhetek már fel. Ne csípjen, mami, és ha igen, akkor hol? Na. Bill halott. A hadügyminisztérium hivatalosan jelentette. Viktória meggyászolta. Vűvályos volt a gyászruhában. Mi gyászisten tiszteletet is tartottunk. Igen, kórussal. Gyászisten tiszteletet rendeltél az emlékemre, ez nagyon szép tőled, Viktória. És milyen sokan voltak? Örülök, hogy sikerem volt. Nézd, Bill, mi semmiképpen nem óhajtunk téged sürgetni, nógatni. De, hogy úgy mondjam, mi mindnyájan valamiféle magyarázatra várunk. Mi a erről van szó, Nadis? Meglehetőbb időt akartam adni, hogy felosztjuk a viszontlátás örömét. Ja, persze. Látom, felosztjuk. Nos, mint tudjátok, szörnyű fejsebet kaptam. Tudjuk. Az ipri csatában egy bajtársa látta is, hogy meghaltál, aztán tovább ment. Területes megfigyelő volt, nem haltam meg. Azután összeszedtek és Németországba egy kórházba vittek. Miért nem jöttél, fiam? Kezdetben teljesen bárgyú voltam.
Azt sem tudom, meddig feküdtem a kórházba, teljesen elvesztettem az emlékező tehetségemet. Hogyha? Na onnan átszállítottak a hadifogoly táborba, ahol nézeteltérésem támadt egy német tisztel, a fenelyon majdnem agyon lőttek miatta. A nyakamba vartak vagy 150 év börtönbüntetést, és megtiltották, hogy írjak vagy bármilyen életjelt küldjek magamról. Aztán visszanyerted az emlékező tehetségeket? Fokozatosan igen. És arra gondoltam, hogy ti bizonyára azt hiszitek, hogy én meghaltam. Nagyon nem tudtam írni életet, nem tudtam magamról küldeni életet. Bocsánat, asszonyom. Hová tegyem az úr? Hogy jelszed? Taylor undorodva és megvetően hozzatta az ócska tenyérzsákot csajkát. Figyel a szobámba! Gyere, Taylor! Majd megbeszéljük. Igen. Félig sértve, de méltóság teljesen viszik a bíróját. Drágám, olyan váratlanul szokpontál, de kemény is jelölkészítottam. Jaj, ezzel ne törődj! Tudod, milyen helyeken kellett nekem néha ledöglenem, ahhoz képest egy kutyahol mesebeli palota. Ez pedig egy rugós patron, ezzel fogunk aludni! Csináljatok már valamit! Bill magához hozza Viktóriát, Fred ideges lesz tőle. Ülj csak, te nyugodtan, ne ugrálj föl mindig! Nincs szakácsnénk ugyanis! Na ez az, ami nem számít. Majd mi ketten Freddyvel elintézzük a dolgot. Nekem specialitásom a roston sült hús. Te, Freddy, mit tudsz csinálni? Láts tojást! Na ugye mondom, hogy nincs semmi baj. Most pedig lássuk a gyereket. Ma nem érzi jól magát. Azt hiszem, jobb, ha ágyban marad. Az sem baj, felbandukolok én hozzá. Hogy hívjál? Fred! Nem téged, te hülye, a gyerek. Freddy! Parancsolj! A gyereket írja Freddynek, emlékezni, ha azt mondtad, hogy a kisfiú lesz, akkor Frederiknek keresztül. Igen, emlékszem, erre mondtad te azt, hogy meghűltem. Na, bocsáss meg, Freddykém, ezt mondtam. De akár, amikor meghaltál, én úgy éreztem, hogy tiszteletbe kell tartanom a tudását. Óriási megrázkódtatás lehetett Viktória, ha ennyire hatott rád. Igen, igen. Aztán megkérdem, Freddy, hogy vállalja el a kereszt akasságot. Igen. Na és legalább támaszod volt ez a vén csirkefogó, amíg én oda voltam? Hát, nagyon sokat voltunk együtt. Jól van, tudtam, hogy mellette biztonságban vagy, Freddy sziklaszilá. Én utálom, ha szembe dicsérnek, én a magam részéről most... Nagyon jóságos volt! Freddel akar menekülni, Viktória nem engedi. Megbízható erős bástya vagy, ugye? Megtette minden tőlem telhető. Na, na, csak ne szerénkedj! Csináljatok már valamit! Mi baj a mamának, Viktória? Jaj, gyerekek, tudjátok mi? Kirúghatnánk a hámból, Tesszük! Helyes, és nem törődjünk az árával. Ez az. Én úgyis rendeltem két láda festőt, én menten utána nézek, mi a helyzet. Fred örömmel indul, de Viktória elé jár. Freddy, annál inkább emlékszem, Erzsi, mikor legutoljára berúgtunk, te teljesen kikészültél. Soha nem szoktam berúgni. Hogyha, hagyd már, mondd még mindig, hogy bele vagy egy szabad öres nőbe, mint akkor voltál. És én fogalmam sincs, hogy te miről beszélsz. Ne add itt a bankot, addig kell ütni a vasat, amíg meleg. Sose tudtam megérteni, hogy lehet, hogy egyszerre három teretője, és mind a három el tudja ítetni, hogy más nem érdekel. Ittől a Freddet, Fred Bint rúgja bokát. Te voltál! És ne rúgdos, mert ez így van! Csináljatok már valamit! Ha ti nem cselekedtek, megteszem én! Mi bajom a már a légnyomás? Gyermek hangz! Gyermek a hangzom! Kedj, csinálj már valamit! Bill felfigyel és boldogan szalad ki. Egy pólyás csecsemővel tér vissza. Lelkesen ringatja. Nem olyan kicsike ez ma. Tud beszélni, ugye? Nem, uram. Még nem beszél. Eléggé visszamaradott szegénykén. Nem ezt vártam a fiamtól. Bocsánat, uram, még sohasem hallottam, hogy egy ilyen kisgyermek beszélt volna. Istenemre, tényleg nem valami nagy. Kicsit selejtesnek látszik. Jól elintéztük, Viktóriám. Bocsánat, uram, ez mégiscsak túlzás. Ez egy nagyon strand kisfiú. Több a súlya is, mint sok 6 hónapos gyermeknek. Az is valami, hát hány éves? Múlt szerdán volt 4 hónapos, uram.
Bill csak most érti meg a dolgokat. Abba hagyja a csecsemő dajkálását, és fenyegetlenül néz Victoriára. Az Ivás kiviszi a gyereket. Igen. Szorgalmas voltál a távol létemben, Victoria. Szereti az Isten szerelmére, Dati. Nézd, Bill. Ami azt illeti, te jócskán és alaposan tévedtél. Ugye olyan hosszú ideje nem voltál idehaza, van egy csomó dolog, amiről neked fogalmad sincs. Egyszerű, naív lélek vagyok. Igen. Nos, hogy minél rövidebbre fogjam ezt a történetet. Miféle történetet? Bill, én nagyon szépen megkérlek téged valamire. Ne szakíts félbe, jó? Én megpróbálom neked elmondani olyan gyorsan és olyan röviden, amilyen gyorsan és amilyen röviden csak tudom. No, hogy minél rövidebbre fogjam ezt a történetet. A kis Ted, akit az imént kivittek a szobából, nem a tűnőt. Be kell nyíltam vallanom, ezt valahogyan sejtett. De ki az ördög az apja? Ja, én! Ami azt illeti? Te? Én. Hát akkor jól van! Bocsáss meg, Victoria! Megnősültél! Igen. Jaj, de örülök ennek, drága barátom! Ravasz én csirkefogó voltál, de téged is beúztam a kérdele! Gratulálok, szívből gratulálok! Elhoztad a gyereket, megmutatni! Nem! A kisded itt lakik! Jól van! Én is itt lakom! Jól van! És a kedves feleséged is itt lakik? Ezt már egy kicsit nehezebb elmagyarázni. Na, csak nem azt akarod mondani, hogy egy szeme van. Nézd, Bill, mondd, te csak ugyan nem találtad még ki, hogy miért lakik itt a kisder, meg miért lakom én. Ne. Nézd, vannak... Elvetted az anyósomat, feleségünk! Gratulálok! Nem! Nem egészen! Mi az, hogy nem egészen? Nem! Csak nem értél vissza az anyósom érzelmeivel? Úgy nézek én ki, mintha én lennék annak a csecsemőnek az anyja? Felvilágos, hogy korba élünk, mama, meg kell érteni a dolgokat. Bill, te engem teljesen félreértettél. Hogy hát nincs valami közted meg a mami között? Na, de persze, hogy nincs. Kár, szívesen lettem volna a vejed. Tőled a mami mindent megkapott volna, amire szüksége van. Bill, hogy megérek így a mamiról? Most már elég! Ha Freddy kompromitált a mamát, akkor vegy el feleségünk! Igazán nem akarok akadékoskodni, de nem Victoria anyját vetted el. Akkor kit vettél el? A fenébe is, hát Victoriát! Bill a meglepetéstől nem így szólsz. Folytatjuk közvetítésünket a József Attila Színházból. Mom, imádok férhez menni című vígjátékának második felvonása következik. A halban folytatódik a játék. Fred van a színen. A kandalló előtt gitározik. Gyere,
barokkán. Gyere, 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 drága jó kicsitár, kell egy új gazdag, amit ül a panasz, hamarosan a pétán. Újságot vesz a kezébe, leülne, de várja a harmadik személyreütés. Bólint a karmester felé, majd az újságba temetkezik. Az anyósa jön be. Fred fel se néz az újságból. Hát akkor én most elmegyek. Igen. És magammal viszem az én kis unokáimat is. Igen. Az az érzésem, hogy ma reggel nincs túl jó hangulatod. Igen. Szegény Victoria. Igen. Azt hiszem, legalább megkérdezed, hogyan érzi magát ezután a szörnyű megrázkódtatás után. Igen, 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 igen. Igen. Már jobban van, szegényként. De borzasztóan megrendítette ez a dolog. Igen. Az este azonnal ágyba fektettem, és forró vizes palackokat raktam a lábát. Igen. Tegnap még ahhoz sem volt ereje, hogy egyáltalán megbeszéljük ezt a rettenetes helyzetet. Igen. De ma már magához tért annyira, hogy foglalkozzék a dologgal. Igen. Ha semmi más mondani való nincs számomra, akkor úgy hiszem, már el is mehetek. Igen. Bocsánat, asszonyom. Lester Tejdon úr vár lent. Landes nőnagysága kéri méltóztassék vele elcsevegni egy kisé, ugyanis asszonyom most szállt ki éppen a fürdőkádból. Igen. Vezesse be ide. Igen. Igen. Na hát akkor én most szépen felmegyek inni. Kíváncsi vagyok, mit akarhat? Lesz többé. Talán engedélyt akar kérni Viktóriától, hogy udvarolhasson magának. Igen. Lesz a Péton úr? Péton elindult a lépbe, kezében egy szár rózsa. A kedves ágy már egyen felé a telefonon, mondottam, hogy legokosabb lesz, ha rögtön személyesen ide rohadom. Végtelenül kedves magától. Biztos vagyok benne, hogyha egyáltalán lehet tenni valamit, akkor arra csak maga képes. Igen. Ami azt illeti, rendkívüli a helyzet. Véleményem szerint elég tapintatlan dolog volt Bill-től, csak így kuk-muk-fuk betoppanni ide. Ó, szegény Viktória, képzelem, mennyire megviselkedik az a... mit mondjak? Teje. A nagy megrázkódtatástól teljesen kijött a hullám a hajából. Tegnap csináltatta, és ma reggelre úgy kinyúlt, mint egy távíró pózna. Nemesség mondani. Nem akartam megvárakoztatni, gondoltam, lejövök így, ahogy vagyok. Kérem, ne nézzen rám. Ó, nem tehetek róla, muszáj. Borzasztó, Szerencsére nem vagyok fiú. Ó, micsoda katasztrófa. Képzelem, micsoda erőre van most szüksége. Tudom, hogy rámutatok az együttérzésére. És az én szerelmére most mit fog tenni? Nem tudom, azért telefonáltam. Látja, miért szoktatok hozzá, hogy minden kis gondommal magához. Attól tartottam, hogy teljesen összeomolva fogom itt találni. Mikor magára támasztottam? Gondolom, szörnyű jelenet lehetett. Szívszakadtó. Tudja, mind a ketten imádnak. És maga? Én csak a kötelességem akarom teljesíteni. Ó, ez magára van. Ez pontosan magára van. Drága kislányom, ha úgy gondolod, hogy pillanatnyilag már nem segíthetek, akkor én fel is megyek. Helyes, mamika! Legyen hozzá nagyon kedves, és gyengéd. Igyekszem.
Victoria leül, Tirdén felhúzza fésről kötött a kenyét, Péton kimeredt szemmel nézi. Nagyon kedves, hogy mindjárt eljött. Ó, ha maga üzen értem. Remélem nem kellett miattam megváltoztatni a programját. Ó, semmi sincs, csak éppen le akartam utazni vidékre, vásároltam ugyanis egy kis birtokot, aztán ki akartam próbálni az új Rolls-Royce kocsit. Ó, nem is tudtam, hogy birtokot vásároltam. Ó, egy szerény kis hely. A park alig 300 volt, a kastélyban mindössze 28 szoba van, de nézd, én adlegény vagyok, és én olyan kevéssel beígre. Merre fekszik a birtok? Egy nyommeltet közelé. Ez nagyon szép szívű. Az én társadalmi helyzetemben az embernek kötelességet tennie valamit a hazajavára. Elhatároztam, hogy ott versenyistálót alapítom. Ez nagyon hazafias gondolkodás. Én már régen csodálkozom azon, hogy maga miért nem tagja a parlamentnek. Az elmúlt 4 évben elsősorban azzal kellett törődnöm, hogy a háborút megnyerjük. Arra igazán nem volt időm, hogy a nemzet kormányzásával is foglalkozzam. Igen, de most itt az ideje. Most van szükség az ilyen ragyogó elmékre. És lenyűgöző személyiségekre. Nem is lehetetlen, hogy a közeljövőben bebizonyíthatom, hogy milyen fából faradtak. De nem az alsóházban. Ó, csak nem a felsőházban. Én ne kényszerítsen, hogy visszaéljek a miniszterelnök bizalmával. Milyen bájos lesz abban a Hermelin és Bíbor palástban. Igazán nem szép dolog tőlem, hogy a saját dolgaimat raktálom, amikor maga van bajban. Ezt tudja képzelni, milyen boldog vagyok, ha hallgathatom, hogy ugye. Ó, mennyire megértem magát, drága hölgyem. Hölgyem? Miért szólít? Igen, zavaromban. Nem tudom ugyanis, hogy Mrs. Laundesnek vagy Mrs. Cardew-nak szólít. Hú, vágja ketté a csomót, szólítson egyszerűen Victoria. Hát szabad! Legalább érezni fogom, hogy nem tart teljesen idegen. Péter mahon csókolgatja Victoria kezét. Lehúztam őket. Két férfi felesége vagyok, mégis úgy érzem, mintha egy kicsit érzem. Ó, bár ne lenne. Szívemből kívánom, bár ne lenne. Miért mondja ezt? Ó, nem tudja kitalálni. Úgy látszik, buta vagyok. Ó. Nem látja, hogy egyszerűen én megdöglök magáért. Átkozom szerencsétlen sorsomat, miért nem találkoztam magával akkor, amikor még szabad volt. Miért? Megkérte volna a kezem? Igen, igen. Reggel, délben, este addig, amit csak igen, nem mondott volna. Akkor is feleségül lenne, ha a történeteken szabad volt. Igen, igen, igen! Mondja, miért visel számás? Ja, gondolom, ez olyan szolíd viselet. Hát nem azért, mert fázik a lába? Hát, dehogy is! Kitűnő a vérkeringésem! Akár a márvány marad a ez a tankó, ezzel mondom el azt, hogy szeretem. Sokáig állálnak a lába a világban, végül a legszebb szerelem. Hol van egy hegedű, amelyen játszam, amelyen elsírom vágyam talán. Ez a gyönyör,
boldogan. Akkor kikísér el. Bill jön be. Elegáns, de kicsit nagy neki a ruha. Lábán papucs. Edi! Edi! Mi kell? A fenelje meg nem találom a cipőmet. A cipődet, hát az regnének. Cipőt akarok húzni. Ja. Láttam Szana szíjjel heverni a cipődet, gondoltam legjobb lesz, ha elrakom. Marha, hová raktad a cipőmet? Hát épp azt próbálom kitalálni. Csak nem azt akarod mondani, hogy nem tudod, hogy hol van a cipőm, messze, hogy tudom, hiszen én raktam el. Csak pillanatilag nem jut az eszembe. Akkor gondolkozz, hová raktad. Na, ne nógass, jó? Ne nógass. Az ember nem tud gondolkodni, hogyha nógatják. Akkor szép lassz, ha hová raktad a cipőmet. Hát, azt tudom, hogy a virágtartó, remélem is, szeneskadna. De ha ez így, a feketére kenem vele a képedet. Mondom, hogy nincs a szeneskannában. Marha, nem azt akarom tudni, hogy hol nincs, hanem hogy hol van. Hát, ha tudnám, akkor nem keresném. A 2,5 másodpercből nem találod meg, szétarom a fejedetben a papnak. Na. Teljesen felesleges, hogy így elveszítsd a fejedet egy pár cipőig. Nem találjuk, hát nem találjuk. Cipő. Cipő. És mi az Istennek nyitottad ki az ablakot? Be akartam melegíteni egy kicsit a szobát. Egyébként úgy mondják, így egészséges. Na hát én figyülök az egészségre, inkább hüvesben, ugye hidegben. Ettől nem lesz melegebb. Kipróbáltam már. Én nem fűtetve. Hogy lehetsz ennyire hazafiatlan? Viktória hálószobájában kell fűteni, meg a gyermekszobában? Miért? Mert a gyermekeket fürdetik. Minden nap. Manapság rengeteget mostatják a gyermekeket. Szegény kis ördögök. Igen. Ja. Milyen ruha van te rajta? Elég rendes, egy kicsit nagy nekem, de... A nadrága honnan jön? Meg vagyok vele elégedve, Viktória. Ez az egyetlen új ruhám a háború óta. És pont ezt adta neked, Viktória. Hát ez mégiscsak túlzás. Ami tegnap rajtam volt, az neked nem tetszett. Igazán nem kívánhatod, hogy fügef a levélben lófrájak itt föl alá. Ha csak tisztességesen be nem fűtöd ezt a lakást. Hát ha tisztességesen megkértél volna, odaadtam volna neked ezt, ami most rajtam van. Ez neked nem tetszik. Ki van kérdel a nadrágja? Nem kell, nem. Te nagyon tévedsz, hogyha azt hiszed, hogy ezentúl majd te viseled az új holmit, én pedig az ócskát. Tessék azonnal vezetni ezt a... Na! Ha már járt is vagy. Ezt a nyakkendőt itt honnan a nyavajából szerezted? Viktóriától kaptam karácsonyi ajándékként. Mert az meg az enyém. És a mancsettagom? Születésnapra kaptam Viktóriát. Az is először az én születésnapomra volt ajándék. Bukadj meg! És különben is azzal, hogy meghaltál, mindenek Viktóriára száll. Igen, földön, semmi között, hogy Viktória mit csinálhat én. Jó, te mackajtal. Én ezzel nem akarok veled vitatkozni, azonban annyit mondhatok. Elég a randa dolog egy halott ékszereibe flangálni. Apropó, nincsak. Nem volt te neked egy cizellált arany cigaretta tence? De mennyire, hogy volt? Az volt a nászajándék Viktória. Spórolós asszonyka. Micsoda beosztás. Tessék, visszaadom. Na nem, ez most már a tiéd.
De esküszöm, ha nem fűtesz be, én háborús emlékművész vagyok. Tessék, csak egy szál gyufa kell hozzá. Kösz szépen, én meg is teszem. Viktória irtózabos lesz. Én mosom kezeimet. Ez rád van, pedig ezért neked kell vállalnod a felelősséget. Miért neked? Nekem ez semmi közöm. És különben is. Te vagy az úr a házban. Mi vagyok én? De mondom, te vagy az úr a házban. Én csak egy kedves vendég vagyok, semmi egyéb. Na de drága barátom. Hát azzal, hogy te itt felbukkantál, én már is visszasüllyedtem a jelentéktelenséget. Na de aranyos barátom. Hol aludtam én ma éjszaka? Nos? A vendégszobában. Ez minden kétséget kizáróan az bizonyítja, hogy én csak vendég vagyok, semmi más. És mit gondolsz, édes barátom? Én hol a bús nyavajába aludtam ma? Itt, ezen a díványon! Miért aludtál te itt ezen a díványon, amikor itt tegnap este leszekítettem, még te is tökéletesen józan voltál? Én azért aludtam itt ezen a díványon, mert Viktória azt mondta, hogy most, hogy te hazajöttél, én már nem alhatok vele a hálószobában, az. Ami azt jelenti, elég kényelmes helyet lehet, hogy... Igen, ezen a vaszkon! Apropó vaszkon! Mit csináltatok itt a bútorokkal? Hát amikor te hősi halált haltál, kénytelenek voltunk kicserélni a nappali szoba berendezést. Bocsáss meg, ilyen korán reggel kicsi nehéz a felfogásom. Mi az összefüggés a kettő között? Nem érted. A régi berendezéshez annyi fájdalmas emléket apadt Viktóriának. Kénytelenek voltunk kicserélni, hogy eltereljük a gyászos emlékekről a gondolatot. És neked sikerült is elterelned, ugye? Hát én persze részvétel voltam irányba. Ha láttad volna, Viktória könyve lábadt szemét. Hát igen, Viktória az egyetlen nő, aki éppen olyan szép, amikor sír, mint amikor mosolyog, és ez nagy hatalom, ugye? Az a legfontosabb.
bap, dubi dubi bap, dap, dubi dubi dap, dap, dubi dubi bap, dap, dubi dubi bap, dap, dubi dubi bap, dubi dubi bap, dubi dubi bap. Kedves barátom, hogy parancsolod? Mégis, mikorra pucoljak el innét? Én úgy tervezem, hogy én csak néhány napot töltök itt, persze csak mint vendég. Jó, persze, persze. Viktória persze kétségbe lesz esélye, de hát nekem ez semmi közöm. Ezt csak ti ketten tudjátok elintézni egymás között. Te, meg a feleséged. Drága barátom, te tökéletesen félreértettél engem. Ugyanis azt képzeled róla, hogy én olyan ember vagyok, aki egy férj és egy feleség közé áll. Hát ezt meg hogy a fenébe érted, ne? Hogy a fenébe érted te? Viktória Lönde, elegáns és szép. Jó reggel. Először Bill kap egy csókot. Jó reggel. Aztán Fred. Jó reggel. Jó reggel. Azért mentem ő hozzá előbb, mert olyan régen nem volt itt szedni. Na persze. És különben is Bill volt az első férjem. Én nem akarom, hogy féltékenyek legyetek egymás. Én mind a kettőteket imádlak, és nem akarok kivételezni egyiküket. Én féltéken Billre. De szó sincs róla. Én azt se értem, miért kellett szerencsétlennek máma a vendégszobában. Na, ott nekem remek-remek helyem volt. Igen. Örülök. Ki gyújt a kis tüzet? Ő, az ő gyufájával. Töröltök, hogy milyen szép hiány van! És ha azok a szerencsétlen nyomorult töltei elpusztulnak két oldali tüdőgyulladásban, kapsz egy kis tüdőgyulladani egyenesen bűncselekmény! Engem gyötör is a lelki ismeret. Mondd, Viktóriám, miért sajátított ki a tüzet? Ha már én, hadd élvezzem legalább egy kicsit én is. Mit leszel, Viktória? Csokit, Pincsi. Igazán? Tudod, milyen nehéz manapság csokit szerezni? Nekem mondod, már az ízére sem emléksz. Jaj, ez belül olyan puha. Jaj, de utálatos. Akartok? Kár lenne ránk pocsékolni. Igazad van, ilyen háborús időben ne legyen az ember válogató. Bizonyára erre gondoltál akkor is, amikor hozzámentél Freddyhez feleségül. De drágám, én csak a tetetet értettem, mert hogy ő volt a legjobb barátom. Igen, de Viktória vigasztalhatatlan volt, amikor te hősi halált haltál. Még szerencs, hogy te itt voltál, és meg vigasztaltad. Különben is tudod, hogy milyen tehetetlen vagyok egy férfi támogatása nélkül. Freddy úgy érezte, hogy ő az, aki a legjobban tudna gondoskodni. Igen, ez igaz, de Viktória soha nem felejtett el téged, ugye Viktóriám, soha. Soha? Hát én nagyon jól tudom, hogy én Viktória szívében mindig csak a második helyet foglalhattam el, és amíg te forgalomban voltál, addig én eszébe se jutottam. Ezt én nem tudhatom, a legálhatatosabb nő is szereti olykor-olykor a változatosságot. Freddy végleg. Bocsáss! Megbocsáss! De én aztán igazán ismerem Viktórián hű szívét! Viktórián, te tudod, hogy én mennyire szeretettem. Te vagy az egyetlen nő a Földön, akit valaha is szerettem. Én érted, minden áldozatra képes vagyok. Igen! Keserű, keserves áldozat! De én vállalom, én megtört szívvel. De józan bővel, elmegyek most innét,
és Billre hagylak téged. Isten vele, Viktóriát! Öröld meg a szádat, és adjál egy utolsó búcsúcsókot, mielőtt örökre elválunk egymástól. Ó, Freddy, milyen nemes lélek vagy. Igen, az, az vagyok. Isten vele, Viktóriát! Én boldog úr, a férfival, aki méltó te hozzád. Tenni egy gyorsan, Freddy, mielőtt megszakad a szívem. Isten veled, légy jó hozzá. De igen, én soha senki másért meg nem tennék ilyesmit, csak te. Szó sem lehet róla. Te nem érted. Örökre elmegyek a kettőtök életéből. De nem ebben a cipőben. A fenébe is, hát mi bajod van a cipőmmel? Addig nem mész, amíg én papucsban vagyok. Bocsáss meg, azt hiszem, ez igazán nem az a pillanat, amikor viccelődni lehet. Erre! Csak a holtestemen keresztül mehetsz ki. Hogy azzal meg mit érnék, akkor már én sem mehetek el. Eresz! De azt hiszed, én elfogadhatok ekkora áldozatot? A hadügyminisztérium kijelentett, hogy én meghaltam. Ti átrendeztétek a nappali, boldogok vagytok. Én a magam részéről halott vagyok, akár egy sültbirkacom. És az is maradok. Ó, Bill, ilyen nemes vagy te. De Bill, hát te visszajöttél, és Viktória már soha nem lehet boldog én velem. Hogy se te vérnek, nem, szó sem lehet róla. Viktória a tiéd. Dálunk, szívem úgy pár, és mégis azt mondom, hogy válni hozzám. Mivel vagy kettőnk közül Bill a külön, részemről nem mondhatok más. Fáj, 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 darling, csak nekem fáj, itt csak én mondhatom, hogy válni hozzám. Akár is vadolgatom, Fred a külön, részemről bye, bye, goodbye. Jég ilyen tökéletes férfi, micsoda lelki erő. Kettőnk között lehet csak összes, nem is vitása ő. Ó, darling, akár hogy fáj, holnap az egyik kettek venni után. Remintem az életem holnaptól már, és mégis bye-bye, goodbye. Feleségem, bevallom, hogy tüdőm s erőn létem gyönge. Nem tudom, meddig bírom én a holnapoknak szilárd. Boldogan maradnék én te veled, de tönkre tennénk csak az életedet. Mint a gyertya, egyre fogynék, míg végül lábaidnál halkan összerogynék. Kikényezted majd akkorom, kinek panaszkodol, ha Bill akkor már messze jár, s én nem leszek sehol. Nem versenyezhetek veled, e rokkan szervezettel, alapotan tönkretett a néha ifjúság. A háborús emlékeket se bírom hidegekkel, nyilvös vagyok, vasászkodó, kegyetlen is kalán. Egy megoldás létezik, se Freddy elvezet. Emlékem ellen védkezik, ki ezt nem érti meg. Nemes gondolkodás vezére bennetek. Kár, hogy egyszerre két férjem nem lehet. Szívem úgy fáj! És mégis azt mondom, hogy válni hozzám. Ne hallgass rá, mivel hogy kettő közül példabülök. Részemről nem mondhatod, bye bye bye. 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 Bye
Az inasőrbe, nyakában hosszú gyapjus hál, fülén fülvédő. Nézze, szép asszam! Hol a művő? Gyűjjede! Egy terjedelmes hölgy lép be, fején kalap, majd masnival. Végig vonul a szobán, és leül a kandalló elé. Jó reggelt, uram! Jó reggelt, kisasszony! Jó reggelt, uram! Jó reggelt, kisasszony! Jó reggelt! Köszönöm! Olvastam a maguk nevét az Alexandra iroda listáján, ami azt mondja, hogy szakácsnőt keresnek. No, nem mintha nagyon bírnám ezt a környéket, de hát azért gondoltam, csak beugrom ide és megnézem. Hát ha olyanféle hely ez, ami megfelelő lenne nekem. Remélem, hogy kellemesen fogja magát érezni itt nálunk. Köszönöm, asszonyom. Parancsoljon, kisasszony. Köszönöm, uram. Szolgálat készen cigarettát gyukat, amit attól tartanak elő. Köszönöm, uram. Jaj, ki nem állhattam azokat a légiriadókat. És elhatároztam, hogy vissza se jövök Londonba, amíg végeztem ér a háború. Azok az elsötétített utcák, meg minden egyéb. Azért persze jobb szeretek Londonban. Na és most, hogy vége a háborúnak, és olyan helyet találok magamnak, amilyet csak akarok, gondoltam, miért ne jöhetnék vissza, igaz? Na és miért ment el maguktól az előző szakácsnő? Férjesnő? Aha, ezt mondják maguk nagyságát mind. Persze lehet, hogy így van, de az is lehet, hogy nem. Hát ő maga mondta, hogy az utolsó három hónapban sehol nem volt olyan jó dolga, mint itt nálunk. Ja. Fred nyújtja a hamutartot, de... Hát akkor mielőtt tovább menjünk, nem menjünk a kérdésem. Van garázsuk? Garázsuk van, de kocsink sajnos nincs. Ugyanis eladták. Helyes. Akkor ez rendben is lenne. Ugyanis az én Ford kocsimnak kell a garázs. Természetesen. A konyhán van férfi személy köztünk? Sajnos így. Ugyanis én hozzászoktam a láfiát, ez az, amit nem tudok megbocsájtani a kormánynak. Fogták ezeket a szerencsétlen leányokat, és mind bedugták őket a muníciózárakba, persze nem mondom. Erről maga nem tehet. Pedig de sok szakásnőt ismerek, aki konyhaleány nélkül nem is hajlandó munkát vállalni. Tehát én csak azt mondom, ilyen háborús időkben mindenkinek áldozatot kell hozni. És ha már konyhaleány nélkül kell meglennem, akkor megleszek nélkül. Ez nagyon hazafias gondolkodás. Azt persze teljesen magára bízom, hogy mikor gyújtak tüzet a konyhában. Én csak azt kívánom meg, hogy reggel, mikor felkelek, be legyen gyújtva a tűzhely. Én tökéletesen megértem a lelkét, csak nem tudom, hogy mit tudom, amit megoldani. Hát a legutóbbi helyemen az úr gyújtott reggelenként tüzet. Aha! Jó, erre még nem is gondoltam. No, erre ne is gondolj, drágám. Miért? Nagyon rendes úriember volt. Minden reggel behozott nekem az ágyba egy csészett teját, és egy felett vajas. Biztosíthatom, hogy mindent el fogunk követni, hogy kellemesen érezze magát itt nálunk. Miféle főzésre tartanának igényt? Mert ilyen háborús világban nem vakakolok mindenféle flancos dologgal. Azt mondom, örüljön az ember, ha egyáltalán van mit ennie. Értem. Na, velünk nagyon kevés gondja lesz. Van nagyon gyakran házon kívül étkező. Vacsorázni pedig 7:30-kor szoktunk. Hát azt persze elintézheti egyedül is, mert én déli 12 után soha se főzök. De kis én meglepő. Ki jöttem? Azt hiszem, megmondom, ne is hatalolja tovább a dokumentet. Van még meg tudtak napszágában, hogy biztosítom, hogy úgy osszuk be az idejét, ahogy önnek megfelel. Helyes. Én mindig egykor szoktam étkezni. Egy kis husikát, valami pudik félig. Aztán, ha maguk később is akarnak valamit, hagyhatok vacsorára hideg húst. Vagy ha éppen van, hát egy kis édességet is a konyhán. Értem, és mennyi fizetést kér? Fizetést? Egy konyhaművésznek, ugyan kérem. Hajlandó vagyok elfogadni heti 2 font tiszteletdíjat. Olyan sokat, nem mint amit eddig fizettem. Kérem! Hát nem hagyom, meg amiben más, aki boldogan meg. Na jó, jó, nekünk köszönöm. Hát akkor azt hiszem, hogy már személyen kérdezzem maguktól. És mikor kezdhetni? Most még elmegyek. Megnézem a többi nagyságát.
Meglátom, mit ajánlanak ők nekem, és ha úgy találom, hogy leginkább maguk felelnek meg, akkor majd társorban értesítem. Remélem, hogy minket fog választani. Majd meglátjuk. Megmondom őszintén, a maga arcemet tetszettetem olyan rokonszentes, bizalomgerjesztő ábrázatom. Igazán ennek nagyon örülök. Viszontlátásra, asszonyom. Viszontlátásra, kisasszony. Viszontlátásra, uram. Viszontlátásra, kisasszony. Viszontlátásra, uram. Viszontlátásra, kisasszony. Jaj, látják! Majdnem elmentem, pedig tudtam, hogy még valamit meg akarok kérdezni, csak olyan a fejem meregen, mint a szita. Minden kiesik belőle. Hányan vannak a családban? Két gyerekem van. Azokkal nagyon kevés gondja lesz. Most úgy sincsenek itt. Az különben sem baj. Én szeretem a gyerekeket. Nekem is volt egy egész csomó. Azon kívül én vagyok, meg ez a két úr. Gondolom, egyikük a kedves férjem. Mind a kettő a kedves férjem. Mindöket formás, törvényesen? Természetesen. Törvényesen, mit a kérdezik? Na hát, ez aztán szép kis dolog. Mert ha az egyikük csak házi barát lenne, hát én egy szót sem szólnék. Utolvégre a legjobb családoknál éltem. Ettől a nagysága csak nyugodt és jókedélyű lesz, és nem rumlizik mindenért. És ha a házi barát még itt is lakik, akkor legalább nem kell minden nap fél órákat várni az ebéddel. De ha maga felelőtt mind a kettőnek, az már más, az már nem tisztességes dolog, és nem is igazságot. Ha maguk nagyságák, azt hiszik, hogy maguknak két férjük is lehet, amikor egy csomó dolgozónő egyet sem tud magának szerezni. Arra én csak azt mondom, hogy nem igazságos dolog. Ami engem illet, én konzervatív voltam világéletemben. És most, hogy hála Istennek már van szavazati jogom, megmondom, a szemét üde, hogy mit fogok csinálni. A munkáspártra fogok szavazni. Hiszen igaza van, vannak szituációk, amikor egy fér nélkülözhetetlen, de csak egy. Nem lehet két férre? Gyerekek! Nekem van egy ötletem! Rossz! Ki ötleti? Húzzunk sorsot! Mondom, hogy rossz! Miért rossz? Hogy érted ezt, Leti? Veszünk két darab papírt. Az egyikre keresztet rajzoljuk, összehajtogatjuk, beledobjuk egy kalapba, megkeverjük, sorsot húzunk, és aki a keresztet húzza, az é Viktória. Na! Jó, egy írtó ízgi lesz. Én inkább a fejvagyirát javasolnám, abban nagyobb a szerencséjük. Nem vagy gyulladva, hogy nem lesz szerencséjük. Nem vagyok éppen begyulladva, de óriási kockázatot vállalok. Én is. Jaj, olyan romantikus, de gyorsan hozzá papírt. Kalapot! Kalapot! Tényleg! Én nem vagyok hajlandó ebben részt venni. Nekem szerencsétlen napom van, ma éjszaka álmomba ácsolt az ágyom alatt egy fekete ló, nem vállalom, nem vállalom. Jaj, Bill, még hazafejöttél, ma is ilyen kellemetlen vagy. Hagyd ezt, Bill! Majd lesz rá még alkalmad az elkövetkezendő 40 esztendőben, nem? Nem vagy ilyen pessimista, miért gondolod, hogy szeretem a meg? Ja, nem, csak úgy eszembe jutott. Eszembe jutott. Na, gyerekek, itt van a két darab papír. Az egyikre keresztet rajzoltam. Aki az üres lapot húzza, az Viktóriával kapcsolatban lemond minden igényéről. Úgy eltűnik, mint a kámfor. Hírt sem adhat maga felé, jó? Nem adok, nem én. Na, csak kilált. Na jó, összehajtogatom a papírt, ugyancsak összehajtogatom a másik papírt is. Mindkét papírt bedobom a kalapba. Na, Viktória, keverd meg! Viktória, jobban keverd meg. Ugye milyen néz ki?
úgy dobog a szívem, majd kiesik. Hirtó kíváncsi vagyok, hogy ki leszek. Na, Bill, húzzál már! Ja, én nem tudok. Nem. Neked kell elsőnek húzni, te voltál Viktória első férje? Igaza van, neked kell elhúzni, szerencsét próbálni. Én úgy izzadok, mint egy ló. Izzad, mint egy ló. Bátorság, öreg frontharcos. Rohamra menni gyerekjáték volt ehhez képest. Bátorság, Bill. Értsétek meg, gyerekek, 3 év német hadifogság. Teljesen kikészültek az hidegeim. Bill, most látom csak, hogy mennyire szeret. Bátorság, húj be a szemedünk rohamra. Édes Isten, bocsánat. Hadd imádni. Amen. Tessék! Sejthettem volna. Másik oldal. Ott feketedik a kereszt. Jaj! Üres! Bill az ujjával megpróbálja leradírozni, de nem megy. Ne, Viktória! Ne! Nekem most erőre van szükségem. Elveszítettelek! Örökre elvesz! Ne, ilyen iszonyodat, és néha meg kell, hogy látogatni. Nem, azt nem bírnám ki. De soha nem foglak elfelejteni téged. Te vagy az egyetlen nő a földön, akit valaha is szerettem. És ugye nem is fogsz már szeretni. Az nagyon rosszul esnék nekem. Más! Utánad már! Hát láthat valaki, ha már lement a nap, villanyt is lehet gyújtani. Persze, te most gúnyolódod, én pedig tönkretett ember vagyok. Meg akartam csillogtatni a vigaszt lehet. Ugyan! Ne csukolodjál, amit ő mondott olyan közül. Nem is akarom, hogy megvigasztalod. Isten veled, Viktóriát! Adjál egy utolsó búcsú csókot, mielőtt örökre elmegyek a sötét éjszakába. Nem most azonnal még? De igen, most világos nappal van. Metaforában beszél. Tudom, nem vagyok hülye. De mielőtt elmennél, mutasd meg nekem a másik lapot, az üreset. Jól. Én nagyon szépen megkérlek téged, ne tartóztass föl most ilyen piti hülyeségekkel! Ez most fontos! Miért akarod látni? Puszta kíváncsiságban! Hát egyszerűen felfoghatatlan számomra, hogy lehetsz ennyire szívtelen! Hát nem látod, hogy egy vérzősebb vagyok? Be akarom rámáztatni! Egy nagy pillanat emlékére. Arra jó lesz neked bármelyik másik üres papírlap is. Különben is bedobtam a kandallóba. Zsebedbe. Erez. Hát önkéntelen a zsebéhez kap. Legyen van, ha ide, engem adom. Ott van ide, aki beadom. Hogy is ne? De miért? Mert én nem tűröm, hogy beletiporjanak az értelmeimbe. Mindjárt beletiporok a fejedbe. Hát tisztel meg a puta, akkor se adom oda. Nem adom oda. Ide adom. Bill üldözi Fredet, aki kimenekül a szobából. Viktória örömmel szalad ki utána. Bill belüldösi a megkötözött kezi Fredet. Bill folytogatja Fredet. Fred nem bírja tovább, kiköpi a papírt. Bill felvesz és diadalmasan mutatja. Azon is kereszt van. Azt hiszem, ezek után te sem tartod magad úriembernek. Szégyeld magad, teljesen megetted.
Te, koszos kutya! Mi van? Még érke? Ide néz! Jé, ezen is kereszt! Mind a kettőnk kereszt van! Nem értem! Be akarta biztosítani, hogy én ne húzhassam az üres lapot! Viktória! Hát én csak te érted tettem. Én tudtam, hogy a te szíved úgyis billért dobog. Másrészt nekem sem volnál képes fájdalmat okozni. Gondoltam, megkönnyítem a választásra. Ó, Freddy, milyen nemes lélek. Hát mindjárt kicsordul a könnyen. Igen, igen, én már ilyen vagyok. Én mindig feláldozom magam mások boldogságáért. Bocsánat, azt mondjuk, valamit szeretnék mondani. Most nem érek rá, Tilo. Bocsánat, te nagyon sürgő. Na jó, akkor megyek. De ti ne beszéljek egy semmi fontosat, amit kint vagyok. Ja. Mégis, hogy jöttél rá? Mi? Túlságosan nyugodt voltál. A kétségbes és nyugalma. Na. Mi baj? Nini a cipő! Billa diványpárna alatt megtalálni. Ja, igen. Emlékszem, hogy elraktam valahová a cipőt. Elraktad, elrejtetted, te kocos kutya. Most miért rejtetted volna el ezt az ócska randa cipőt? Mert attól tartottál, hogy meglógok. Mivel én csak egy dologban tévedtem, hogy téged is ugyanolyan önzetlennek tartottalak, amilyen én vagyok. Az ember szinte azt hihetni, hogy te nem is akarod Viktóriát. De hallgass, Bill! Te igazán tudom... Kikém, nem jönne Viktória. Hogy én nem az a férfi vagyok, aki egy rossz szót is szólna a feleségéről. Te pedig nagyon jól tudod, hogy én olyan ember vagyok, aki nem hagyná, hogy egy rossz szót szóljanak a feleségére. Úgy van. Na. De hát mégis. Hát kivel beszélgethetne az ember őszintén, elfogulatlanul a feleségéről, ha csak nem az asszony első férjével? Ami engem illet, én csak a második férjével. Na látod. Hát akkor mondd meg nekem szépen őszintén. Mi a véleményed Viktóriáról? Ő a legbájosabb nő, akit valaha életemben ismertem. Úgy van, úgy van. Senki nem kívánhat magának jobb feleséget ő nála. Csinos, bájos, elragadó, gyönyörű, elbűvölő. És mégis, de én nem tudom, hogy van az. Ha én akarok valamit, az mindig önzés. Ha ő akar valamit, az olyan magától érdeklődő természetességgel jár neki. Most ha én is nyugodtan elmondhatom, az én vágyaim marhaság, az ő vágya csak színes érdekes egyéniségét fejezik ki. Az én szabad időm egy fabatkát sem ír, az ővé mindig a legértékesebb. Én programom lemondani az ővé, fontos, elhaladhatatlan. Na ugye mondom, hogy nem vagyok méltó ő hozzá. Na. És ahogy te, igen, helyesen kifejezted magad az imént, senki nem kívánhat magának jobb feleséget őt. Bocsáss meg, igen, helyesen te fejezted ki magad így az imént. Én. Jó. Akkor is kimondom, hogy most aztán elég. Nézd, Bill. Hát, ha te csak ugyan meghaltál volna, hát én húznám tovább becsülettel az igát. De hát, ha egyszer felbukkantál, akkor vállald is a felelősséget, a kutya úristenét. Te vagy a soros. Nem lehet egyszerre két férje. Nincs más hátra, neki kell dönteni, melyikünket akarja. Nem, azt aztán nem vállalom. Miért? Hát bocsáss meg, akkor nekem semmiféle esélyem nem marad. Hogy érkedesz? Hát bocsáss meg, köztudott dolog, hogy milyen elragadó modorom van, hogy milyen feltűnően csínos vagyok. Magától értetődik, hogy engem fog választani. Nem vállalom. Igazán nem akarok hiúnak mutatkozni előtted, de eddig még mindig értésemre adták, hogy tökéletes férfi vagyok. És nem csak kiváló társalgó, de szuperintelligens is.
Tudod mit? Megmaradunk a fej vagy írásnál. Nekem elegem volt a te gyanús trükkjeidből, nem vállalom. Bocsáss meg, azt hittem, úr emberrel állok szemben! Forrasztok, elmondott az egész személyzet! Mind! Hogy az egész személyzet... Ja, Taylor fel! Mindent elkövetkedés, a dupla bérszigetet, fejbe bajba fürödtöttem, nekiadtam a baj és szoporadat. Persze, mert az árt az alakodnak. Azt nem mondtam meg neki, és kapottad kimerült, amikor csak nem voltál szükséged. Na jó, hát ne izgulj. Bill majd elvégzi a házi munkát, amit kapsz valaki. Victoria, mi határoztunk, neked kell döntened, melyikünket akarod. Victoria, hol egyikükre, hol a másikukra néz. Fred rettenetesen hülye képet vág, vakarja a fülét. Bill rángatja az arcát, köhög, mintha idegbaja és tüdőbaja lenne. Aztán nem mondanám, hát nézd meg Freddit, milyen elragadó modora van, és milyen feltűnően csíros. Ugyan, Bill, hát ne mondjál már ilyen csacsiságokat! Nézd, én nagyon jól tudom, hogy te nem vagy hiú, mégis engedd meg, hogy a szemedbe mondjam, köztudott dolog, hogy te vagy a tökéletes férfi. És nem csak elragadó társalgó, hanem szuper intelligens és... Nem, én egyikötök érzelmét sem kívánom megbántani. Úgy, ezt a nagy lelkűségedet csak tökéletes őszinteséggel tudom meghálálni. Tessék? Viktóriám, feleséged gyöngye. Bevallom, hogy jellemem is gyönge. És bármi fárasztó is a napi munka, van egy kis nő, a minisztériumban, a gépírónő, szeme olyan ki, nyakán szűke szemtelen hihék, hogy milyen formás, izgalmas a lába, azt rábízom a fantáziádra. Na, szóval mi egy pár szó magunkra maradtunk, s a bűn mezején bőségest haraptunk. De csak a testem tett a tűzre rossz fát, lelkem hű maradt közben is te hozzád. Gazember! Bűneimre nincs bocsánat, ezért nem is kérek én, az útról megyen együtt járnunk, fájdalom lett érek én. Gyönge, szentelen figyék! Fent volt három is leszék! Kiskalmas és karcsulás! Szabadtad volna legalább! Azzal, amit tettél, félnek segítettél! Lasságodnak mi volt az oka? Itt szebb lehet, de okosabb soha. Igazad van, ha rá se nézel többé. Látod, Kanadában nem fenyeget ilyen veszély, Manitobában nagyon kevés a nő. Te meg miről beszél? Én rájöttem, hogy itt tovább nincs jövőm. Ha a birodalomnak munkásokra van szüksége, én lemondok a tisztirangomról. Én leszek a legboldogabb ember, a kijelentett, hogy hajlandó vagy velem együtt kivándorolni. Kanadába? A Szoboly Prím hazájába! De nem a legjobb, Szoboly! Nagyon szerényen fogunk élni. Veszünk egy kis farmot, neked kell majd főzni, mosni, takarni. Tudsz mosni? Csipkés. Tehenet fegy, azt is meg kell tanulni. Nem szeretem a teheneket. Látom, a terv tetszik neked, csodálatos életünk lesz, drágám. Really?
lesz majd a tűzhöz, szól az öreg csók. Folytatjuk közvetítésünket a József Attila Színházból. Mom, imádok férhez menni című vígjátékának harmadik felvonása következik. Fred és Bill szomorúan ül a konyhaasztal mellett. Előttük egy üveg, viszki és két pohár. Thank you.
Bill rágyújt, s a cigarettatárcát a saját zsebébe teszi. Bill kötén köt maga elé, majd egy gyerekszékbe ül és olvas. A cigaretta hamuját a tűzhelyen álló fazékba veri. Fred fehér kesztyűt húz az egyik kezére, és egy ujján egyensúlyozva felemeli a szenes kannát. Te is felvihetnéd az emeletre? Vihetném, de nem viszem. Nem kérnélek ilyesmire, ha nem volna köztudott, hogy a haza szolgálatába megsebesült a karom, s azóta már nem vagyok a rí. Melyik karod sebesült meg? Mind a kettő. Akkor vidd a szenet a fejeden. Azt mondják, jó tartása lesz tőle az ember. Szívtelen tög! Igazán megtenném, de az orvos megtiltotta, hogy a szívemmel nehéz terheket cipeljen. A szíveddel, a szíveddel. Eddig mindig a fejsebedre panaszkodtál. És különben sem az én dolgom. Igazán nem kívánhatod, hogy minden házi munkát én végezzem. Egyszerűen felfoghatatlan számomra, miért pont én legyek az, aki halálra bűncöli magát? Mert nem szervezed meg a munkádat. Nincs egyszerűbb dolog a háztartási munkánál, csak jól meg kell szervezni. Én megszervezem a magamét, de ez az én titkom. Nagy marha voltam, amikor elvállaltam a takarítást. Tudhattam volna, ha van valami potya munka, azt úgyis te fogod vállalni. Én természetesen csak azt vállaltam, amihez a legjobban értek. Ez a szervezés egyik titka. A főzés művészet. Takarítani minden hülye tud. Te, Bill, én téged mentenképpen töröllek. Hát van neked fogalmad arról, hogy milyen komplikált művelet egy cipőt szép fényesre kipucolni? Szerintem fogalmad sincs arról, hogyan kell egy cipőt szép fényesre kipucolni. Ráköptél? Nem én. Csak az evőeszközre. Marha! Végezz szaporán a munkádat, hogy mire meg vagyok a könyvvel, kész legyen a terítés. Ebéd vagy vacsora? Még nem tudom, de az biztos, hogy itt fogyasztjuk el. Így egyszerűbb a tálalás, ez is szervezés. Fred a mazsárba szúrja a cigarettahamot. Mégiscsak mit fog mindehhez szólni Victoria? Viktóriának még nem mondtam meg. Irtózabos ma reggel. Miért? Mert nem volt elég meleg a fürdővíz. Az nem volt elég meleg a fürdővíz? Ha még te kérdezed? A hideg fürdő sokkal egészségesebb. Egyszerűen lusta voltál idejében felkelni. Ez az igazság.
Hát mi lesz? Mi lesz ebéd? Tanakodva nézeget a fazékba. De mi ez a kocsvalik? Krumpli. Megszurkálhatnád, hogy elég puha-e. Bill a bal zsebéből elővesz egy villát, s átnyújtja Frednek. Fred megcélozza a krumplit, de nem sikerül felszúrnia. A fenébe is. Nem akar megmaradni. Na, ugrán, az csak kicsi krumplék. Majd a papa fönn fog szúrni. Na, tiszta költészet, mi? Na, gyere, gyere, te kis csavaját! Végre megvan a krumpli. Fred kiveszi a fazékból, és hosszan nézi. Írnó izgalmas a könyv, a pasas most mindkét kezével belemarkol a nő hajába. Piszkos. A nő megmosta a haját. A krumpli piszkos. A fenébe is te, hisz ez nincs megnyúzva. Talán hámozva. Én utálom az ilyen bőrös krumplit. Én soha nem Bill hámozom. Visszatesz a zsebébe a villát. A hámozás tiszta pazarlás. Persze, persze. Ez is az a szervezés. Igen, ha tudni akarod, ez is az a szervezés. Hát, amióta a minisztériumban vagyok, folyton csak azt hallom, hogy így szervezés, meg úgy szervezés. Azt azonban még soha senki nem tudta nekem megmagyarázni, hogy mi is az a szervezés. Hát most már kezd derengeni. Nos, mi az? Ha a saját munkádat nem tudod elvégeztetni mással, akkor inkább hagyod a felébe az egészet. Jó? Azt hiszed, hogy humoros vagy, ugye? Na miért, te is kacagtál? Mert bögdöstél. Te, én azt hiszem, már megsült a hús. Hm? Én csak 15 percet ettem fel. Hát aztán... Roston 10 perc alatt is megsül. Az engem nem érdekel, minden fél kiló húst 15 percig kell sütni, ezt minden bolond tudja. Na és? Másfél kiló húst vettem, tehát 45 percig fogok sütni. A fenébe is, de hát ez mindenképpen csak 15 perc lehet. Ez olyan, mintha azt mondanád, hogy ha három futó egy óra alatt 4 mérföldet tud futni, akkor egy futó egy óra alatt 12 mérföldet tud futni. Hát ezt mondom én is. Hát ez a hülyeség. Nem, ezt mondod te. Én pedig éppen megfordítva. Én azt mondom, hogy ha másfél kiló futó egy... Teljesen összekevertél, kezdhetem előről az egészet. Így én nem érek a könyv végére. Na hagyd, ez most fontos. Hagyd. Vegyük azt, hogy van egy másfél kiló húsod. Hát ha azt három részre szeleteled, á, fél kiló, hát az attól ugyanaz a hús van. Dehogy ugyanaz a hús, az egészen no, más. De ugyanaz a hús! De nem ugyanaz a hús, mert az kis hús, ez meg egy nagy hús. Csak nem akarod ezzel azt mondani, ha volna 10 kiló húsod, azt 25 óráig sütnéd! És ha 100 kiló volna, az 25 napig! Az szerintem tiszta tüzelő pazarlás. Az engem nem érdekel, a tüzelő a tereszortot. Bill, gondolk... Már egy negyed órája csöndet, két kérdés van a háznál, egyik se tudott kicsit. Viktóriám, éppen vitatkoztunk. Viktóriám, tenned kell valamit, különben teljesen ehetetlen lesz a hús. Nem baj, úgy sem eszem hús. Más nincs ebédre? Nem baj, úgy sem eszem ebédre. Miért? Mert eszem hús, mert kérdezik a kérdezik a kérdezik.
lövész, két férjed már van. És arról volt szó, hogy vagy ő, vagy én. Én nem tudom, hogy miért kellene pont kettőt közül választanom. Amióta hozzátok mentem feleségül, másra tettem, mint feláldoztam magam érteket. Halálra dolgoztam magam, csak hogy meglegyen a kényelmetek. Azt hiszem, kevés férfi mondhatja el magáról, hogy olyan felesége volt, mint én, nektek. Itt az ideje, itt magamra is. Remélem, hogy új ember egy méltalkozott tiszteletedet nem gördítetek akadályt a szabadságon útjában. Hát, ami engem illet, én az én érzelmeimet, bármi mélyek is, feláldozom a te boldogságodért. Én pedig ezt senki másért meg nem tenném, csak te érted. Jó, akkor gyertek és írjátok alá ezeket a visszautasító nyilatkozatokat. Nyugodj. Visszautasító micsodákat? Jaj, ti ne akadékoskodjál, ebben válaszoltok az én levelemre, amiben kérlek benneteket, hogy miután hűtlenül elhagytatok, kérjetek vissza. Hogy mi hagytunk el téged? Miért nem akartatok őket szemtelepni hétnek Manitóba? Na, írjátok meg. Na, de hát hogy írjunk választ egy levélre, amelyet még meg sem kaptunk? Ja, azt mondta az ügyvéd úr, hogy azért fogalmazta meg előre a ti válaszotokat, mert ha elolvasnátok az én levelemet, amiben kérlek, hogy kérjük visszakot, az olyan roppant megható lett, hogy az a veszély fenyegetne, kijelentenétek, hogy visszatértek. Ja. Tessék, ez a borongós alaphangú levél ezillik jobban a te egyéniségedhez, Freddikén hallgat. Drága Viktóriám, akadalmasan megfontoltam leveled minden sorát. Ha csak a legcsekélyebb reményét is érezhetném annak, hogy házasságunk a jövőben boldogabb lehetne, én lennék az első, aki azt javasolná, tegyünk még egy kísérletet. Ó, milyen megható. Na de erről sajnos szó sem lehet, éppen ezért kénytelen vagyok fájdalomtól meghasadó szívvel vár, de határozottan visszautasítani a kérésedet szívélyes üdvözletet. Itt tudom. Jaj, de szép levél, Szeti, mindig meghatóan fogok gondolni rá. Látod, vannak még jó oldalaim. Ez pedig a te leveled, Bill, ez se kimondottan durva, csak egy kis szidalmazó. Gondolom, ez felel meg a te színesebb stílusodnak. Kedves Viktória, a mi együtt élősünk maga volt a földi pokol. Beteggé tettél a jeleneteiddel, halálra gyötörtél a féltékenységeddel. Remélem, hogy soha többé nem is foglak látni, és nincs ott a földi hatalom, amely arra kényszeríthetne, hogy újra kezdjetened a testi lelki tétrelmet. Ez olyan durva. De drágám, hát ez csak formaság. Különben is maradok engedelmeddel továbbra, és legodaadok híve ítéd alá. A bőve olyan szép volt. Hát akkor? De ugye nem fogtok megnősülni. Az nagyon rosszul esnék neked. Nem. Soha! Tudom, mert engem nem lehet elfelejteni. Értem könnyeket, illik egyetlen. Lehet így, lehet úgy, de ha nincs is közös, ábrányain velük lesznek, ugyanúgy gyűrött rappalok, hosszú éjszakák, régi csókízét őrzi még aztán. Lehet így, lehet úgy, kerül a fény kacagás, nem gondol engem is más. Ezennel eljött az az óra, amely a búcsú. De ember emlékezett volna, búcsúval nem ért véget még a szerelem. Engem ne lehet elfelejteni, értem, hogy engem mindig ejteni.
veled, sem nélküled. Engem nem lehet elfelejteni, értem könnyek köztük illik ejteni. Lehet így, lehet úgy, de ha nincs is közöm, ábrányaidban ott leszek, ugyanúgy gyűlök nap. Lehet így, lehet így, derül a fény kacagán, e fontos kezdődik a lát. Ezen eljött az a szóra, amely a búcsúhoz lesz elérő. Ezen emlékez a szóra, búcsúval nem érvédek még a szerelem. Mit szólsz hozzá, te fenyajtó titik? Ha majd kinyitja a Viktória. Jobb lecsendő bajban, bocsánat, engedjük, hogy mondtam. Rehem úr, a férje. Frank, nagyon örülök, hogy megismerhetem. Mr. Rehem, Gyömsödi János, babas, vékony, lelkes ügyvéd. Melyikük az egyik és melyikük a másik? Én vagyok az egyik. Akkor én vagyok a másik. Ez hát világos! Fiúk, az ügyvéd úr szerint a levelekkel csak 6 hónap múlva lehetek szabad, azt szerint nem jön nekem, ott ezen szabadnak kellene még a lóverseny idény előtt. Olyan sürgős! Igen, még a 2000 fontos beszélni. Hát kérem, osztályi törvényei szerint, ha a férj akar elválni hitvesétől, elegendő, ha az asszonyra rábizonyítja a házasság törvényét. Ha az asszony akar elválni férjétől, ugyanennek a férfire való bizonyítása már nem elegendő, az angol törvények ugyanis elismerik a férfi természetes többneit. Az asszonya tehát a házasságtörésen kívül még a kegyetlenkedést is bizonyítania kell. Jó, akkor legyen egy kegyetlen. Nem, ne, ez nekem nem tetszik, ezt én nem is vállalom. Nem tudom megérteni, hogy miért ne vállalnád, és legyél egyszer egy kicsit önkedve. Én a magam részéről nem tudnék megütni egy nőt. Tudom megérteni, hogy miért tetszett rendelkezni egy nőt. És kész! Kérem, a kegyetlenkedés rendkívül hatásos, különösen ha megfelelő tanúvallomásot támasztják alá. A mami mindenre megesküszik. Sajnos nem jó a világ, ugyanis gyakran érthetetlen módon gyanakvással fogadják az anyósok vallomását, azonban én kidolgoztam magam külön szisztémáját, gyors, biztos válás. Most el fogjuk játszani az első. Címe, durvaság az ebédlő asztalnál. Szereplők a fűzők, az úr, és az ebédre meghívott kétta. Ön azt mondja, hogy az ebédlasztalhoz ön őrlagyul vele szemben, ön megkóstolja a levest, nincs is leves, már még levesnek lennie kell, a leves elengedhetetlen kell légy. Kérem, milyen leves legyen, mert csak két félét tudok főzni. Hát mindegy, fő, hogy leves legyen. Mondjuk krumpli. Kitűnő! Kitűnő! Szóval, őrnagyúr, ön megkóstolja a krumpli leves, és rámond valamit. Nem, a szemétre felkörítja Fred. Nagy csörömpöléssel ledobja a kanalat, és azt mondja, egyek ura, ez a leves ehetetlen. Kurra, ez a leves ön a szőnere azt válaszolja, drágám, én mindennek teszek, amit tőlem tesz. Erről mit válaszolja, Ige kurra? Arra, hogy drágám, én megteszek mindent, amit tőlem tesz. Erről mit válaszol? Tudom, drágám. Dehogy tudom, dehogy drágám. Ön szalordi, vezete, hülye. És hozzá vágja a tányér kedves felesége őrocságához. Hozzá?
Válj el! Fred maga elé tesz egy tányért, s leül Viktóriával szemben. Megfúvom, mert forró. Egek ura, ez a leves tehetetlen. Drágám, én mindent megteszek, ami tőlem telik. Nyesse, te hülye! Fred Billy felé dobja a tányért. Én a kűtus, te nyesse, te hülye! Nyesse, te hülye! Önnél egy egészen más módszert alkalmazunk. Az ön jelenetének a címe a szadista fér. Kérem, ez is két tanú szükséges. Jó, ügyvéd úr, hadd legyek én a két tanú. Jó, ön a két tanú. Fred kimegy, de az ablak már leskedik. Megfogja kedves felesége önnagsága nyakát, elkezdi szorongatni, miközben fíziósulóan tiszek. Istenemre, most megfojtalak akkor is, ha felakasztanak érte. Jó, jó. A hölgy erre azt mondja, megfulladok háromszor. Erre belép a két tanú. A két tanú? Kérem, nagyon fontos, hogy a folytogatás helyén véraláputás maradjon. Természetesen majd a szabít. Hát, akkor próbáljuk el. Két tanú fáradjon ki. A két tanú. Rajta jön nagy. Világ. Bill elindul, fenyegetően Viktória felé. Nem! Korai! Vagy én szólok! Én szólok! Ja, kérde! Én szólok, korai! Pardon! Kérem azt mondjuk! A férje nem szorítaná eléggé! Rúgja a sípcsontot! Visszarúgok? Na, ez a helyes stílus egy kis erőszak nélkül úgyse tud véraláputást produkálni. Két kézzel vagy egy kézzel. Nem! Én szólok! Hát már fújtogatta! E szöveget még nem mondott! Bocsánat! Sziszegedőr vagyok! Szöv! Szövegkel! Egek ura, ez a leves helyetetlen! Kedbetánkodott. Ez az én szerepem! Mi az az ő szerepe? Mi az ő szerepe? Istenemre, most megfolytalak, akkor is, ha felakasztanak érte! Nem ezt mondta? Nem az övét mondtad! Istenemre! Most megfolytalak, akkor is, ha felakasztanak érte! Megfulladok! Fred nem mozdul, élvezettel nézi a jelenetet. Na, térbeli művészek! Jól csináltad? Megfagyott az ereimben a vége. Megpróbálhatom én is. Most már látta, hogy hogyan kell csinálni, úgy kiderítve egyszer-kétszer gyakorolja kárgyúőr nagy urat. Megfulladok! Most rátérünk! Házasság törése. Kérem, erre is megvan a magam külön szisztémája. Gondolom, ezt nyugodtan ránk bízhatja. Szó se lehet, hogy az borzasztó veszélyes lenne. Mi hát itt aztán igazán lehet számítani az emberi természetre.
Nekem az emberi természetről van szó, nem a jogról! Kérem én az ügyek ezt a részét is, az illet és az erkölcs szempontjából is a legnagyobb körültekintéssel szervezem meg! Figyeljek jól! Foglaljam a helyet, asszonyom! Igen? Te! Én kiveszek egy éjszakára egy lakosztályt az urak számára a hotel megyeztében. A megbeszélt időpontban az urak felülnek az irodámba, én bemutatom önöket a hölgynek, akit önök taxival a szállodában. Ezek szerint a hölgyet is ön szerzi nekünk. Természetes! És ügyvéd. Milyen? Kifogástalan, igazi úri hölgy! Nem. Évek óta foglalkoztatom ilyen ügyeimben. Téna apját tartja el ezzel a páratságos fogásra. De ha megengedik, akkor talán föl is hívnám Montmorency kis a focsra, és nem vár a kapu előtt a táxi. Abszolút felesleg, ezt majd én felkísérem. Te irigy kutya! Mondja, ügyvéd úr, úgy gondolja, hogy a kisasszonnyal mind a ketten? Természetesen. Egy időben? Igen, miért ne? De ha megengedi, akkor talán mindig csak lemennék Montmorency kisasszony elé, ugyanis kérthető módon nagyon sokat ad azt, hogy elvire. Mind a kettően egy időben, hogy ez még nekem nem jutott eszembe. Hát ezt jól elintézted, Viktória. Milyen szép vagy. Szebb, mint valaha. Igaz? De most már nem illik, hogy nyugvarolj. Miért? Mert veszek, mint mennyasszonyom. Tehát elhatároztat, hogy elválsz tőlünk? Végre. Ezek szerint nyugodtan útvarolhatok neked annélkül, hogy egy kapitális marhának kéne tartanom magam? Hogy érted ezt? Úgyhogy nyugodtan elmondhatom, hogy te vagy a legcsodálatosabb nő, akit valaha életemben ismertem. Lefogom a fülemet. Lefogom a kezét. Sikítom. Megcsókollak. Ó, Bill, milyen kár, hogy a férjem voltál. Kitűnő szerető lett volna belőle. Sokszor gondoltam, hogy ez lenne a jobbik szerep. Whisky! Montmorency kisasszony Bakó Márta nem hódító jelenség. Öreg, kiszállt vénye. Engedjétek, hogy bemutassam! Montmorency kisasszony! A ház úrnője! Örvendek, hogy megismerhetem a házat. És a másik őrnagyúr! Nagyon szokott, nagyon szokott. Hát kérem, beszéljenek meg mindent részletesen! A továbbiakat majd az irodámban! Ajánlom magam! Csókolom a kezét, asszonyom! Megengedik? Elhajtja arcáról a fájdalmat. A férjek szó nélkül ünnepelnek. Nagyon szomorú. Azt hiszem, sok boldog házasság elromlása és a háború következménye már hetekre elő vagyok jegyezve. Nagyon szomorú. Megengedik ugye, hogy elővegyem a jegyzetfüzetemet. Szeretek mindent alaposan tisztázni. És az emlékezetem sajnos már nem az én. Nagyon szomorú. Akkor hát az urak közül melyik lesz a csapodár fény? Mind a kettő. Természetesen, de a vállás után melyik hegyi vagy feleségül menni? Egyik is. Szóval különleges ügy, nagyon szomorú, nagyon. Nem szeretném azt hinni, hogy könnyelmű vagyok, de önhibában kívül mind a ketten a férben. Ó, persze, egészen világos és nagyon érdekes, de melyiktől óhajt elválni? Mind a kettőtől. Nagyon szomorú. Megpróbálunk hozzá olyan jó képet vágni, amilyen csak van a háznál. Én
Igen, kérem, én is ezt szoktam mindig mondani az ügyfeleimnek. Bátorság, bátorság! Mikor? Mondják, Freddy! Mondanom mindjárt az elején, hogy nem szeretnék mind a két úrral, hogy is mondjam csak, hogy a szakkifejezést használjam, gyengébb kapcsolatot létesítem. Ugyanis a jó híremre is gondolnom kell. Egy vadász lett, kettő az kicsapongás lett. Csak is az egyik úrról lehet. Azt hiszem a barátnő, Mrs. Ounslow Jarvis, megtenné nekem azt a szívességet, hogy valamelyik úr nem helyettesítse. És ő is ilyen megbízható? A barátnő tökéletes úriasszony, és erkölcsileg is tethetetlen. Egy lelkész özvegye. Két fia a hadseregben szolgál. Nagyon szépen kitüntették magukat a háborúban. Nos, én a magam részéről látatlanban is a hűs testvérpár édesanyját választom. Bill menekülne, de nem lehet. Kisről nagyúr, hazám ő tartozik. Szabad a nevét? Nem értettem pontosan. Kágyú! Kágyú! Nagyon szomorú, nagyon szomorú. Remélem, szeret kártyád. Én szenvedélyes kártyás vagyok. Minden játék a kis ujjamban van. Piki etát, röminátit, a rügypakkára, póker, amit csak akar, kérem. A számomra nagy öröm, ha olyan úriemberrel dolgozhatom együtt, aki szeret kártyát. Különben ugye nagyon hosszú az éjszaka. Számomra soha. Szenvedélyesen tanulmányozom az emberi természetet. De az urak néha már egy kicsit türelmetlenek, amikor 6-7 órája beszélek neki. Szinte hihetetlen. Igen. Hiddelják, kérem, egyszer az egyik úr azt mondta, hogy álmos és le akar feküdni, megmondtam, szó sem lehet róla, fenn kell maradni. Jaj, ne arra ügyek, hogy kiváltoztatom, de tudod, milyenek a férfiak? Nem szoktak múlva, szerintem. Ó, de hogy? Egy úri nő mindig tudja, hogyan tartja féken a férfiakat. Biztosíthatom, kisasszony, hogy nem élek vissza vétele a helyzetével. Figyelmeztetem, a jelenlétemben egyetlen ruha darabját sem tetheti le. Ellenkezőleg még két öltönyt veszek magam. Akkor rendben is vagyunk. Azt hiszem... Oh my God! Bocsánat, hív a köteles. Isten önnel, asszonyom. Isten önnel, uram. Isten önnel. Önnek csak annyit mondhatok, a viszontlátás. Remélem, kellemes éjszakát fogunk együtt tölteni. Momorenszik is a szön kivonul. Bill után. Teljesen kimerített ez a sok izgalom. Alig állok a lábam. Igazán? Hál' Istennek nem látszik meg rajta, olyan bűzben van. Olyan friss. Ó, Freddy, csak nem kezdett utarolni nekem most, amikor más megy asszonyom. Na miért ne? Most már más a helyzet. Most már megmondhatom végre, hogy te vagy a legbájosabb asszony, akit valaha is láttam. Önkinek van még ilyen orra, ilyen füle, ilyen nyaka, ilyen vála, ilyen... Ó, Freddy! Te így is ukarolja a másmény asszonyának! Megmutassa! Hát oda mész? Hát hová menjél egy asszony, mikor menjél? Ah!
Azért csodálatos asszony. Soha nem fogom megbánni, hogy feleségül vetted. Mindegy, azt hiszem legjobb, ha szépen megebédezünk. Bár csak én is olyan reményekkel tekintenék az ebédezés elébe, mint te. Csak nem vett el az étvágyadat, ez a megható jelenet? Na nem, nem, nem az én étvágyamban kételkedem én, hanem a te sűrűt. Sokat van. Azzal szeretődik, azonnal szállalok. Bill előveszi a tepsit. Várni akarja a húst, de nem fogja a kés. Nem akar kijönni. Meglepő. Együtt meg ebből. Jó, persze, 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 persze. Persze le teljen? Leszel szíves. Na mondj valamit. Takarítani, művészet. Így sütni minden hülye túl. Én mentem képen köröllek. Clarence, Vámos Ilona egy csinos lányembe ajándékkosarat hoz. Hódulattal Lester Pétű. Lester Pétű? Mi ez, Epi? Nem, ez 10 óra itt. No, jó. Azt utána a hölgyek személyesen adja már. Jó, hát a hölgyek is rádjunk. Szépen, jó, majd, de szépen. Oh. És azt üzeni Pétőnünk, hogy ebédre a Ritzben várja a hölgyek. Jó van, kisfiam. Jó, tessék, itt van. Jó, köszönöm, uram. Rendben van, kicsim, rendben van. Bill elé is tartja a kezét, de ő nem akkorra való. Hát akkor én le is mondok a te sült húsodról, én megelégszem ezzel a kis imbisszel. Ez a legnagyobb fokú felelőtlenség. Ugyan miért? Mert ez Viktóriáé. Hát aztán kap ő ebédet a Ritzben. Akkor veled tart a nézeget. Mogon enni kezdeni. Üttölt libató. Kaviár! Pösgő! De masszív vasas ez a lesz a tény. Mondtam én neked, hogy a katuánsok nyertik meg a háborunkra. Na, mégis mit szólsz hozzá, micsoda elképzelései vannak ennek a lesz a tényleg Viktória étvágyáról, mi? Öregem, a szerelem vak. Hála Istennek! Kiút, öreg fiúk, várjunk!
parancsolj! Köszönöm, és hozz egy arany cigarettatászat! Hát készítem! Tudjátok, Kötinek más ajándékban egy arany cigarettatászat akarok adni, és azt mondják, hogy a háború óta annyira fölment az arany ára! Ez a vezér, féli a farsát, az első Viktóriára, tudja tartunk, inkább magunkra. Legyünk az első, hiszen az éjjénység köszönt a lát. Azt mondta, hogy van itt egy kosár. Viktória azt is elviszi. Mikor jön valóan,